Hölgyeim és uraim, ez itt a rádió show, amely most utat mutat, hogy milyen legyen egy igazi reggel. Rúgja a paplant, menni kell, ha kávé már nem ébredsz fel. Én egy a retro. Kell érzelem és értelem, itt felrobjuk a hangulatot, hogy elkaphassd a pillanatot. Egy érzés, mi rólad szól. Jön a bocskor. Itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra elmúlt, 8 perccel. Itt vagyunk már egyébként majdnem egy órája, tehát jó reggelt, Laci, szia! Jó reggelt, szia, bocsi! Gyuri, hello! Hello, Anett, jó reggelt! Sziasztok! Micsoda ünnepélyes reggel! Ez most komolyan mondom, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, mert a televíziós újságírók valamelyik díját tegnap este Lovász Laci megkaparintotta, elhozta, átadták neki, ünnepelték. Laci! Köszönöm szépen! Olyannyira, hogy erről már tudnak hallgatók is, azt mondja Dobre Morgan Főni, köszönjük meg Kóbornak, hogy építészeti szaktudásával legjobb talkshow díjhoz juttatta a mi Lovász Lacinkat. Gratula, Tonyó! Föl kell hívnom Jánost most már, és megköszönni neki külön. Ja. Na, de Laci, mesél, hát látom, hogy ez egy óriási gála volt, már felöltözhetné volna jobban is, de hogy... Miért? Hát én feketében járok, mindig most is feketében. Gondolkodtam rajta, hogy mit kell megjátszani magunkat. Van egy csomó régi zakóm, de márkás. Hát, de szerintem az válba nekem nagyon szűk, mert neked inkább ez a csapott vállad van, nekem meg azért, nem tudod. Hát csapott válló az a Vuitt Rütkő, nem volt ott? Nem volt ott valamiért, nem volt érintett a televíziós szakmában. Na, de nem, szép zakóim lesznek majd neked a következő díjathoz. Köszönöm. De na, mesélj, tehát ott volt teritek asztalok, ugye a magyar crème de la crème-je a televíziózásnak, nevezzük ugye? Nevezzük így, igen. A televíziózás legteteje volt ott, a közép kategóriából nem is volt senki, és akkor így most legalább láttam, hogy milyen kínálat van egyébként a kategóriákban. A jelölteket megnéztem. Mindenki volt nagyon jelölt szép... a te kategóriádban is? Volt. Kit löktél ki? A Détót Krisztát meg a Jakubcseket. Igen, az autós műsort, meg a stúdiós műsort. Tökre örülök, melyik stúdiós műsort? Hát a Jakubcseknek, ami az ATV-n. A napi beszélgetős műsor. Ja, a Gabi... Sajnálom, de imádom. Tehát én a Gabit nagyon-nagyon... Nekem ez nagyon nagy büszkeség, hogy kikkel voltam egyrészt egy kategóriában, másrészt meg úgy az egész mezőnyön. Ha végignézek, akkor azért tök jó, hogy színészekkel, tényleg nagy televíziós szakemberekkel ebben a gálában én benne lehettem meg a jelöltek így van, között. Tehát Pápai Jóci meg hasonlók. Rá is gondoltam egy kicsit. Szoros volt a verseny Pápai Jócival, de legyőzted. Így van. És a strandüvöltözéséért kapott a Palik is díjat? Igen, és beszédet is mondott. Végig üvöltözik két szezonon keresztül a strandot, és ezért... Én most szembesültem bele, hogy mennyit kell kiabálnia neki abban a műsorban. Egyébként nagyon izgatott végig, de lehet, hogy magától, mert azon gondolkodtam, így most láttam, hogy a műsornak nagyjából mi a koncepciója ennek az Exatlonnak, és hogy tulajdonképpen nyilván ő a sportriporteri kvalitásai miatt vagy ellenére kapta meg ezt a feladatot, mert ott tulajdonképpen úgy kell közvetítenie. Ja. De, ja, hogy a műsor lényegét felfogtad? Mert én nem. Tehát én azt látom, hogy akármennyire küzdesz egy pályán a végén, hogy egy kis, nem tudom, pamacslabdával hogy tudsz ledobni egy korongot, az dönti el. Tehát nekem ez volt a koncepciója. Igen, engem az egy kicsit megrémisztett tényleg, hogy ott tart a televíziózás, hogy azért nagyon nagy részben inkább az, hogy ilyen saras vízbe lökjünk ismert vagy nem ismert embereket, akik utána ott nagyon szenvednek és sírnak. Tehát körülbelül ez, vagy lelógó sárgarépákat kell nőknek alulról rákcsálnia. Uh-huh. Esküszöm, ez megy a tévében. Most tudom, láttam. Tudom, és egyébként pont ezért elismerendő az, hogy te díjat kaptál ezért a műsorban. Most komolyan, még egy taps. Még egy taps. Hát mi van itt, gyerekek? Jó, hát... A Lovász úr. Neked is részed volt benne. Miért? Hát mégiscsak találkoztunk ebben a műsorban. Ja, Nem hiszem. De ez nem, hát nem egy évadot néznek. Megköszöntem a vendégeimnek is. Igen, most a harmadik évadot nézték ebből, de akkor is te az elsőben voltál, és én akkor is megköszöntem a vendégeimnek. És most, drága Facebook felhasználók, hát a Lacinak ez a gála díj átadója természetesen videóformájában megtekinthető. Mi van? Kép is, ott mutatom a képet. Igen, a Facebookon már fönt van fotó, amit Erdős Lacika csinált. Bocskor Rádió Show néven találtok meg minket a Facebookon. Föl kell iratkozni, és akkor ilyenekről sose maradtok le, amikor rólam fölkerül egy fotó. Jó, hát a diátadó, ami veled kapcsolatos lesz, az úgyis odébb van még a legközelebbi, de azért persze. Hát és ne felejtsük el, hogy tegnap elértük a 10 000-et, ugye? Igen. Igen, hétfőig gondoltuk, de már tegnap adás végére meglett. Tegnap adás végére. És jó, ez kicsit rásegítettünk azért. Mivel? Ezzel a dologgal, hogy meglegyen a 10 000. Mit, te vásároltál pakisztáni felhasználókat? Nem. Hát Gyuri ugye beígérte azt, hogy én kapok hotdogot, és a hallgatók annyira izgatottak lettek, hogy szegény Laci, hadd egyen már végre egy hotdogot, hogy gyorsan elkezdtek minket követni. És ez meg is lesz egyébként ez a hotdog, és nagyon-nagyon köszönjük. Nézem ezzel kapcsolatban, nem, minden megvan. Ja, nem, készült még egy montázs a Laciról, ugye? Az egyik hallgatónk a hotdogost
Nem, rólam, ahogy éppen a Lacit hívom meg hotdogra, és hozzáteszem, hogy és még hagyma is lesz. És még hagyma is lesz. Ezt is kirakjuk majd a Facebookra. Na jó van. Kora reggeli üdvözletek Ferko a vidékitől, hogy jöhet Árpika, aztán Ébredő Tigris, van ilyen is. Jó reggelt kívánok, bocsi, örülök, hogy újra hallak. Egy normális reggeli műsor küldő, Ébredő Tigris. Jó reggelt, induljon a hétvége, csapjatok a lecsóba a Redőnyös Nagyváradról. Mindenhonnan hallgatnak minket, nagyon jó ezt olvasni. Olyan érdekes, nem, hogy a legtöbb egyébként a szakmájukkal írják alá. Oké, hogy az SMS Dream Teamnél kezdődött ez a dolog, volt Pita Futi, meg Pöpi a Hentes, de hogy aztán most már tényleg nagyon sokan nem azt mondják, hogy Gábor vagy Béla, hanem a Redőnyös Nagyváradról. Igen, ez mindenkinek, nyilván nektek is a telefonotokban van egy csomó ilyen, hogy nem tudom, Pedikűrös Kati, Redőnyös Géza, tehát abszolút, így vannak elmentve. Vezetéknévre már nem megyünk rá, csak a foglalkozásra. Hát én a vezetéket is beírom, de tudjak úgy rákeresni, hogyha újra kell a Redőnyös, vagy újra kell a vízvezeték szerelő. Jó? Na, Anett, minden oké veled? Minden, a lehető legnagyobb rendben. Írtál nekem, ugye? Én mindig írok neked, tudod. Na nézzük, mit írtál. Sok változás nem lesz az időjárásban az elmúlt napokhoz képest, sőt, semmi. Ez jó fordulat. Anett, ez tetszik. Nem akarsz jövőre valamilyen televíziós, rádiós újságírói díjat megpályázni? Időjárás kategóriában, igen. Ha van ilyen. Ma is sok napsütése, minimális szélre, csapadékmentes időre is 25-30 fokra készülhetünk. Ez a remek idő kitart a jövő héten is. Eső leghamarabb pénteken lehet, ezekben a percekben kell a nap. És 17 fok van Budapesten. Mennyi lesz 25-30? És Teodóra 4 nap van ma, és 19 éve, igen, szeptember 11-e van, 19 éve terrortámadás következtében összeomlott a World Trade Center New Yorkban, rengeteg halálos áldozatot követelve. Hát akkor nekünk még egy évforduló van, mert én a feleségemmel akkor jöttem össze, amikor ez történt. Tehát tényleg? Kim voltunk Horvátországban, és csak annyit láttunk így a címlapokon az újságosnál, hogy New Yorku, meg a rádióban ezt hallottuk, hogy New Yorku. Magyarországról írtak SMS-t nekünk, és hát... Figyú, szerintem mindenkinek megvan ezzel az eseménnyel kapcsolatban, ezzel a szomorú eseménnyel kapcsolatban pontosan az emléke, hogy akkor hol, igen, volt, és hol és hogyan értesült ez először erről. Tehát ez az egy félelmetes dolog volt tényleg. Jó, Gyuri, Veszprém 14 fokos most, igen? Igen, jelenleg. 27 lesz, kevés felhővel, Pécs 13, majd 30 lesz ott napsütés mellett, kevés felhő lesz Egerben 26 fokos csúccsal, most még csak 14, és Budapest 15 fokos 28-as csúccsal. Nagyjából hasonlat írta, mint amit az Anett. A mai témáink, lesz sok minden. Képzeljétek el, hogy egy pedagógus indította el azt a kis komment lavinát, amiről majd szeretnénk beszélni. Egy pedagógus azt mondja, hogy ő azt tanácsolja a szülőknek, hogy ahogy lehet, kezdjék el a gyerekeket bevonni a házi munkába. És ez nagyon relatív, hogy melyik családban mi számít házi munkának. Hát milyen házkörüli teendők vannak, mert nem mindegy, hogy mit kell csinálni mondjuk egy nagy bonyolult géprendszerrel ellátott házban, vagy pedig egy tök egyszerű kis viskóban. Hát igen, meg nem mindegy, hogy az egy nagy kertes ház, vagy éppenséggel egy 60 négyzetméteres panellakás, tehát, és hogy milyen a szülői beállítottság. De most szerintem az lesz ebben, én nem tudom, hogy ti végeztetek-e gyerekmunkát. A gyerekmunka? Hát már oda soroljuk? Hát attól függ, azért mondom, hogy itt lesz miről beszélgetni, hogy akkor végeztetek-e munkát otthon a családban. Igen, igen. Egyébként. Akkor a gyerekeiteteket. Hiába nézek oda. Igen, csak akkor mi vagyunk itt. Maradtunk ketten. Nem népszerű dolog ez a gyerek. Bevonjuk-e a házi munkába, és kötelező jelleggel, vagy csak a kedve van, tehát hogy ennek mi a... Hát a gyerek szempontjából van-e értelme a dolognak, meg a te szempontodból van-e értelme, azért a gyerekek, lássuk be, azért a legjobb törlőkendővel is csak maszatolnak, tehát tulajdonképpen megduplázzák a melót. Igen, tud lenni, hát ez korfüggő is, de tud, igen, lenni, hogy kimondottan hasznos munkát végez. Majd én elmondom, mert ugye én például a lányommal végzünk közösen házi munkákat, de ő ezt nagy örömmel teszi, ő imádja, sőt, ő kéri. Na jó, de nyilván fizetsz érte, nem? Egy csomóan csinálják ezt, hogy fizetnek a gyereknek. Van, amikor igen, van, amikor nem, de majd elmondom, tudom, hogy rengetegen fizetés ellen, hogy a gyereknek nem fizetünk, valaki gyereket rabszolgának tart. Tehát ilyen is van. Nagyon sok extremitása, igen, van ennek a dolognak. Szóval erről beszéljünk majd, mindenki azt, hogy tényleg gyerekkori munka volt. Van olyan, aki visszaél azzal, hogy van gyereke, és minden, tehát igazából komolyan kizsákmányolja a gyerekét. Ilyen is van. És erről fogunk majd dumálni. Anett, téged gürcöltettek a szüleid? Abszolút, igen. Na most komolyan, ne hazudj. Komolyan, de nem hazudok. De mit? Én abszolút... Szántani kellett? Mit? Nem. De hát én így részt vettem a napi feladatokban. Anyának segítettem, elküldtek boltba. Tehát én viszonylag korán kezdtem. Tehát ilyen harmadikos, negyedikes lehettem, amikor már én jártam. Általános? Igen. Te jártál hova? Boltba? A boltba bevásárolni, igen. Szörnyű, kemény gyerekkor.
A másik nagyon izgi, hát gondolom, hogy a Forma 1-et nagyon-nagyon sokan szeretik, és tegnapi hír, hogy Sebastian Vettel, a nem tudom hányszoros világbajnok, emlékeztek, Toro nagyon durva, Red Bull Racing, Ferrari, négyszeres világbajnok, legalább. És legalább. Én többről tudok. Jó, de te, igen, majd megüzenjük neki. Én benfentes vagyok, én többről tudok. Jó, mert van kettő olyan, ami nem hoztak nyilvánosságra. Ezt házi pályán csinálta. Szóval Sebastian Vettelt lepasszolta a Ferrari, és... Igen, az egy törés az ember életében. Hát, basszus. Amikor egy Ferrari mondja neked azt, hogy figyelj, Szebi, ez igen, most Szebi. Szerintem... Szeb. Keres valami új. És keresett az Aston Martin. Nem is létezik ez a csapat, ez a Racing Point-nak a csapata, az Aston Martin. James Bond feneke alatt volt utoljára Aston Martin, amúgy meg érdektelen, nem? Hát igen, de szerintem ettől sokkal menőbb, mint egy Ferrari. Hát jó, szerintem ezt a Forma 1-es versenyzők nem így látják. Jó, nem így látják. Engem az érdekel, és ezért fel fogjuk hívni előre, mondom, Szújó Zolit. Szújó Zoli nagy barátunk, tényleg ért a Forma 1-hez, iszonyat szimpi, és ő ezekre fog tudni válaszolni. Ő aztán tényleg már megfogott minden Vettelt, Alonzót, mindent hozzáért. Tehát ott van a bűv. Szerintem többet volt a Vettele, mint a feleségével. Több Forma 1-es versenyzővel találkozott, mint egy meleg vacsoránk volt nekünk összesen. Egyébként tényleg, Zoli mindenhol jár. Ez most egy ilyen coming out, ez a meleg vacsora? Ez a tegnapi esemény volt? Nem. Azért ez nem úgy, hogy a televíziósok mindig meleg vacsorát esznek. Bár valaki... De nem voltak ott nők, csak ti, nem? Nem, de nők is az vannak a televíziózásban, Gábor. Lehet, hogy tegnap ezen a meleg vacsorán. Félrevitted. Jó van, tudom. Hát na. Piszkállak, szurkállak, Laci. Hát igen. Te kis díjazott. Természeted ez neked. Szóval, visszatérve Szújó Zolira, tőle azt akarom megtudni, és ez tényleg nagyon érdekel, és nem tudom a választ rá, tehát nem áll kérdés, hogy ilyen nagy nevek, mint a Vettel, az Alonso, a Raikkonen, miért kerülnek egyszer csak olyan helyzetbe, hogy már kisebb, gyengébb csapatoknál kénytelenek versenyezni, holott ez nem olyan, mint a focistának, hogy elgyengül az izomzata, vagy már nem olyan gyors. Az autóvezetésről mindent tudnak, a Forma 1 versenyről mindent tudnak, féktáv, gyorsítás, minden pályát úgy ismernek, mint senki más, brutál tehetségesek. Mi történik velük 30 és 40 év között, hogy már nem kell a csapatok? De tényleg cipőkanállal beszorítják abba az autótestbe. Tulajdonképpen a 10 ujjának kell mozognia, meg a fejének. Ennyi meg az agyának működnie, ha ez megvan, és ezért nehéz elképzelni, hogy tényleg 30 éves korod után ez így elkezd lefelé menni, vagy mi az oka? Képtelenség. És ne felejtsük el a marketing értéküket. Tehát én nem tudom, ki az a Hülkenburg, vagy izé, vagy Stützenberger. Stützenberger, meg a Leclerc. Abszolút fog, tehát ha szembe jönne az utcán, nem tudnám, de ezek sztárok, ezek arcok, ezek valakik, és tudnak a Forma 1-ről mindent. Miért kell ezeket lepasszolni, ezeket az isteneket? És ezt el fogja nekünk mondani, remélem, Szújó Zoli. Biztos elmondja. De belelovaltam magam. Abszolút. Nem tudom, melyik izgatott fel jobban, a Vettel vagy a díjat. Szerintem a Szújó Zoli. Szújó Zoli jó barát, tehát ilyen tényleg. Persze. Mindig izgat, igen. Jó. 9 után jön Voga tanár úr, és hát ez is nagyon fog érdekelni, amivel ő jön. Állatnevelési tippek. Te tanulhatsz, mert aztán te tényleg a legrosszabb módon neveled, Anetta, az állataidat. Tehát emberként kezeled, emberként szereted, ami már egy picit túlzás. Igen, és kíváncsi is leszek, mondjuk, hát ha tud nekem tanácsot adni, Bogam. Hát igen, ő egy olyan Cézár Milán, aki nem csak a kutyákhoz ért, hanem minden állathoz. Igen, ő az a kutya suttogó, aki üvölt. Pontosan. Igen. Jövünk vissza egy pár perc a tegnapi nap legjobb pillanataival, és ez a Líbia felett lelőtt MiG-29-es vadászgép kapcsán készült beszélgetésünk Szabó Topi Zoltánnal. Bizony, aki elmondta, hogy hogyan működik egy ilyen helyzet, és ő vele mi történt 2005-ben. Minden hétköznap reggel 6-tól Bocskor. Bocskor. Charlie vagyok. Örülök, hogy Bocsi műsorára ébredhetek. Bocsi, a legjobbakat kívánok. Az ország új ébresztő műsora a Retro Rádióban. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! Fél hét lesz 4 perc múlva. Üzenik neked, tisztelt jó lovász úr. A 10. napon megállapítható, hogy Bocskor Gábor alias Legenda méltó jobbján becsülettel megállja a helyét. Nagyon köszönöm. További munkájához kívánok sok sikert, tisztelettel az SMS Dream Team nevében, a McLaren-es. Köszönöm szépen, McLaren-es úr. Szép, nem? Bocsi, újra a rádióban régi reflexek bekapcsolnak, 5 óra 51, már nem 5 óra 51 percet jelent, hanem 3-4-6 után 6 perccel. Ki emlékszik még nagyon régi? Én emlékszem, régen így kezdtünk, 3-4-6 után 6 perccel. És Buenos Morgenke, Frankó most jutott eszembe, hogy a jó Háder úr a rádiózás Máté Krisztálya.
Viszlát. Tényleg ez. Üzeni a Csibésnek ezt. Többféleképpen tudjuk. Rádiózás Máté Krisztály. Hirtelen nem tudtam hova tenni, de jó, most így azt viszlát. Legalább 4 értelmet tudunk ennek találni, de hagyjuk. Tegnap egy líbiai hír kapcsán ott egy MiG-29-es lelövése miatt, és a pilóta katapultálása miatt hívtuk régióbarátunkat, Szabó Topi Zoltánt, hiszen ő is katapultált, és egy picit felelevenítettük a régi, nem túl jó emlékeket. Ez történt az előző adásban. Tegnap olvastunk egy hírt, hogy Líbia felett lelőttek egy MiG-29-es vadászgépet. És ez az érdekes, mert katapultált a pilóta, és... Amikor földet ért, akkor ő oroszul szólalt meg. Kiderült, hogy ő orosz. És hát nyilván figyelemre méltó ez a dolog, és hogyha MiG-29-esről beszélünk, akkor teljesen egyértelmű, hogy nekünk van egy szakértünk, egyébként nagyon jó barátom, sőt, nekem volt szerencsém vele együtt repülni, nem is egyszer MiG-29-esen, és ő Szabó Zoltán Topi, aki az egyik legtapasztaltabb magyar vadászpilóta. Talán sokan emlékeznek rá, hogy 2005-ben, ha jól emlékszem, május 11-én, illetve nem emlékszem, hanem olvasom. Legyünk ennyire őszinték, igen. Igen. Mikor egy franciaországi bemutatóra készült Kecskeméten, gyakorlás közben az egyik manőverben a jobboldali hajtóműve felrobbant, és elkezdett égni, és nem volt más választása, mint katapultálni. Tette ezt egyébként úgy, hogy még nagyon-nagyon sokáig ott tartotta, tehát nem katapultált, hanem a gépet lakott területről elnavigálta, elirányította, és csak akkor húzta meg a katapultot, és ennek ugye van egy rádiófelvétele is, ezt mindjárt megmutatjuk, de először köszöntsük a vonalban Topit. Szia Topi, jó reggelt, hello! Szia! Jó reggelt kívánok, szervusztok mindenkinek! Hello, milyen nyugodt a hangod hello. Most, akkor idegesebb voltál májusban, nem? Hát ez teljesen más történet, így van. Hallgassuk már meg azt a hangfelvételt közösen, amikor ugye a kecskeméti repülőbázison te fenn voltál a levegőben, és ugye az irányító toronyban ott volt kollégád Molnár Gábor Bagira, aki észlelte lentről, hogy ég a hajtóműved. Emlékszel erre, és akkor megmutatjuk ennek a hangfelvételét, mert ez tényleg drámai. Látom, látom. Kattintsál! Na jó, szóval, és nagyjából ekkor meghúztad a katapultot. Te egyébként miért nem válaszoltál a Bagirának? Egyrészt el voltam foglalva, sokan gondolták, hogy jó az ember ült. De tudtad, hogy lángol a géped, vagy ezt a Bagiráiktól tudtad meg? Az első 52 másodpercig voltam benne a gépben, az első 20 másodperc arról szólt, hogy én azt gondoltam, hogy csak látod egyik hajtóművet, azt azonnal észrevettem, hogy a jobb oldali vált, nulla, nem volt önpörgése, besült a motor, úgymondva, tehát beállt a motor a hajtóművben, nem volt önpörgése. De nem tudtad, hogy ég? Nem, akkor még nem tudtam, és az utolsó 32 másodperc az volt, amikor tudtam, és zavart már, amikor volt, hogy katva forduljak ki. Aha. Térjünk vissza egy picit a líbiai esetre. Ugye ott lelőtték a gépet. Ilyenkor mit észlel a pilóta abból, amikor rálőnek? Hallja a lövedékek becsapódását a kaszniba, vagy csak akkor katapultál, hogyha valamelyik hajtóművet eltalálja? Tehát, hogy mi az a pont, amikor azt gondolja egy orosz pilóta, vagy egy MiG-29-es pilóta teljesen mindegy, hogy ezt a gépet most elhagyom? Általánosabban is azt mondom neked, hogy az, hogy valaki, egy pilóta a katapultálást választja, ez egy olyan dolog, amikor az embernek nem marad más választása. Hogy lehet az, mert ez egy másik kérdés, ami ugye gondolom, hogy mindannyiunkban felvetül, hogy a líbiai légi erőnél hogy orosz pilóta van? Benneteket itt olykor bérbe adnak? Vagy mi történik itt? Nem, hát ugye hivatalos forrás az, hogy nincs orosz. Én ahogy néztem a videót, az egyenruháját is ránéztem, ez egy zöldes egyenruha volt, az oroszoknak általában két egyenruhájuk van, két hajózó ruhájuk van. Uh-huh. Ez, ahogy én kivettem, van egy olyan magám, egy privát zsoldos csoport, ez a Wagner csoport,
akik kimennek és pénzért repülnek, tehát megbízzák őket. Topi, mennyibe kerül, most térünk vissza erre, mennyibe kerül egy ilyen MiG-29-es, amit ott ledobtál Kecskemét mellett? Én ledobtam. De hát, kicsit erős voltam. Elváltatok egymástól. Elváltatok egymástól, és nélküled alkalmatlan volt a további életre. Sorsára hagytál. Ez nagyon szépen fogalmazta utólag a másodlagosan. Ez a 2,5-3 milliárd forint körülbelül. 2,5-3 milliárd forint. Hát az akkoriban nagy pénz volt. Köszönöm, hogy tudtad. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ami másnak egy semmi, semmi, az neki maga a csoda. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? 3-7 van pontosan, Laci, rögtön rátérhetünk, de annyira helyes SMS-ek érkeztek. Képzeljétek el, hogy valaki a tegnapi aranyköpéseinket szedte össze. Már? Ja. De jó. Jó reggelt, bocsi, ez állat volt. Jön az én idézetem, hogy illetve nem emlékszem, hanem olvasom. Tudod a dátumra? Akkor jön a Laci. Laci, király vagy, jól nyomod, ez akkoriban nagy pénz volt. Ja igen, itt a 3 milliárd amigre. Gyuritól. Tegnap pár beszólás a király volt, elutaltam a hotdogárát, hogy ezen a randi nem újjon. Köszönöm szépen. Gyuri Nyíregyházan szedte össze. Aztán jó reggelt, bocsi, ez állat, ja nem, ez már megvolt. Szép jó reggelt, szeretném megkérdezni, hogy játék nélkül lehet-e szerezni Bocskor maszkot? Előre is köszönöm, Ági. Ági, még nincs nálunk, tehát mi ígérjük, de még nincs itt, ugye? Még nem érkeztek meg, de egyébként ugye folyamatosan küldeni fogjuk ki a játékosokat. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan kérik, hogy játék nélkül akarnak ilyet olyat, hogy lehet, hogy egy shopot kéne nyitnunk, és akkor ez viszonylag gyorsan menne. Így van. És Anitát imádom, Anita a legkedvesebb most nekem ma reggel. Azt mondja, sziasztok, most tekertem át először hozzátok, kérlek, legyetek gyengédek a retró szüzességgel elvételekor. Azok leszünk, megígérjük. Finomak. Jó. Anita, soha ne állj szóba Lovász Lászlóval, mert tényleg ilyen pervers tekintetet volt ennél a mondatnál. Nálam biztonságban vagy, a Gyurinál is. Álljon és... már meg a menet. Nagyon nyájasan mosolyogtam. Ez volt a baj. Ez volt a baj. Ez Belgiumban elítélik a bíróságot. Ahogy én mosolygok. Kösz. Igen. Az ilyen embereket nem engedik az utcára már. Anita, itt vagyunk neked. Imádunk. Tényleg. Anita. Figyelj, tényleg baj. Tényleg baj, amit csinálsz. A baj. Na, Gyuri, Anita számát írt fel, valamilyen módon akarunk vele beszélni, hogy megnyugtassuk, jó? Én fogni fogom a kezét, simogatni a haját. Jó. Jó, a további Retro Rádió hallgatóknak pedig üzenjük egyébként, hogy van applikációnk, abban is lehet minket hallgatni, meg online is lehet hallgatni az adásunkat, hogyha valaki éppen nincsen rádió közelben. Úgyhogy keressetek rá a telefonon, a Retro Rádió applikációra megtaláljátok, töltsétek le. Lenyűgöző. Ez abszolút lenyűgöző, de ennél vannak lenyűgözőbb dolgok. Na, akkor mondd, mi az? Képzeld, hogy van egy 94 éves bácsi Amerikában, egyébként úgy hívják, hogy Sati Economy. Tehát gazdaságos Sati. 94 éve elneveztek valakit ekonominak? Igen, amikor a vezetéknévvel is tudtak még viccelni a szülők. Nagyon jó, de jó. Hát ez a neve, hogy Economy. És a fia Monopoly. Jó. És a második világháborúban szolgált, veterán, és ő kitalálta, mivel hogy annak idején, ugye tudod, az amerikai, ezt lehetett hallani, az amerikai katonák zseniális csomagokat kaptak ellátmányban a hadseregtől. Minden volt benne. Csoki. Ezzel tudtak csajozni. Volt benne rágógumi. És ő annyira rákattant erre a Juicy Fruit rágógumira, tudod, ez a igen. Sárga csomagolású cucc, igen. Hogy ő kitalálta, hogyha eltemetik, már pedig 94 éves korban erre már kell gondolni, akkor ő egy ilyen rágógumis csomagolású, ilyen kis, tudod, ez a tégla test formájú koporsóban szeretne nyugodni. Ugyanazzal a mintával, ugyanazzal a színnel. Ugyanazzal az illattal. És pont erre gondoltam, hogy elmész a temetésre, ahol egyébként ha nyilván nincs is büdös a ravatalozóban, de hát nincs. De hogy azért mégis valahogy pszichésen azt gondolod, hogy itt nincs jó illat. És belépsz, és azonnal ezt a mentol, vagy nem tudom, gyümölcsízt kezded el érezni. Vagy... Én ezt nagyon bírom. Egyébként tényleg az amerikai katonák csomagjaiban, hát ez, legendák vannak erről. Hogy Münchenbe felszedtél egy csajt, érted, adtál neki egy tábla csokit, egy ilyen Juicy Fruitért szerintem, na mindegy, nem akarom azt a... De erotikus filmes szakkifejezést használni erre, igen? De ezeket a reflexeket te nem kapcsoltad be annak idején Berlinben. Hogy érted? A berlini nőknél. Hogy Nyugat-Berlinből áthoztam volna Juicy Fruitokat a Kelet-Berlini nőknek, és akkor de. Kartonszám állt a rágó kollégiumi szobájában. A Checkpoint Charlie-nál nem értették, hogy mi az a sok csokoládé, és ezért gondoltam, hogy hát most csajozzunk itt az amcsi katonák. Biztos büdös a szája a kisfiúnak nagyon. Nem, szóval ez tényleg, hát én nem tudom, hogy ki volt katonait közületek, senki talán. Te voltál, Lacika? Igen? Tehát, hogy mi volt egy ilyen csomagban? Tehát mit kajáltatok a honvédségnél?
Azt nem tudom, mert háborúban nem voltam. Nem háborúban. Honvédségnél akkor is szoktak enni adni, amikor nincs háború. Igen, tehát mi volt a kaja? Hát a kaja az ebédre az nyilván ugyanolyan kaja volt, mint bárhol, csak egy kicsit túlfőzve. Ja, aha. Hát mit tudom, a tésztát, mondjuk, hogy tésztát, hogyha mondjuk 6000 főre főzöl meg, akkor az el tudod képzelni, hogy milyen, az nem milyen állagú. Tudom, az több csomag. Igen, igen, igen. De amikor például kimentél... Biztos van ilyen zsákos honvédségi kiszerelés a fuziliből. De olyan nem volt, amikor hazaengedtek eltávra, és akkor adtak neked egy ilyen kis szeretett csomagot, mint a Gyurinak a Bálint, amit ma reggel csomagolt? Volt valami, amibe... volt valami, amiben ilyen kis izék voltak, ilyen konzerv, meg ilyesmik, amikor ilyen hideg élelmet kaptál. De nem az Amerika. Nem volt Lucky Strike, nem volt Juicy Fruit, hát ezek voltak az amerikai ellátmányok. Ezeket magadnak kellett megvenni. Aha. Nálunk ez ilyen. Uh-huh. Milyen lenne a koporsód? Ilyen sertésmájkrémes? Tehát így a... Mint magyar veterán. Tehát az ellátmányod alapján. Hát vagy ilyen rudas párizsi, az is jó. Mert abban így tudsz gurungászni. Na most egyébként komolyan, független a katonaságtól, hogyha az életed egyik nagy momentumához köthetnéd a koporsód alakját, küllemét, külsejét, akkor te most nagyon vakarod a fejed, az jó jel, meg gondolkozol. Elgondolkodtam rajta, igen. Igen, hogy mi lenne az? A koporsom? Igen. Én azon gondolkodtam, hogy a lakástoksom miatt nekem egy ilyen fotel nagyon jó lenne, mert akkor nem kéne, hogy fekve temessenek, én attól nagyon írtóznék, hanem akkor itt oda karfába beraknám a két kezem, és ilyen ülve el tudnának uh-huh. temetni. Tényleg úgy érzed, hogy a lakástoksó életed legnagyobb teljesítmény eddig? Igen, egyébként. Hát most a szakmai szempontból nézzük. Akkor ezen dolgozunk még, Gyuri. Jó, most nem kérhetem azt, hogy egy bocskor alakú koporsóba temessenek el, mint egy ilyen egyiptomi szarkofágban. Ilyen arany csíkokkal bocsi feje ott igen, lenne rajtam. Jaj, de bírnám magam így. És kinyitják, és én vagyok benne. Igen, én voltam a Tutankhamon kiállításon, és hogyha az én arcommal lenne egy ilyen szarkofág, gyerekek, úristen, megadtad, amit én szeretnék. Nagyon jól állna neked az arany meg a kék egyébként. Kék szemed, ugye? Így van. És tök jó. Igen, és arany lelkem. Tehát ez tényleg. Gyuri, te? Én egy ilyen kis hajó alakút el tudnék képzelni. Mondjuk egy hajó? Miért asszociálsz a hajóra? Mert az olyan szabad, olyan balatoni. Életedben nem voltál hajón. De azt hittem, életedben nem voltál szabad. Nem, szabadnak szabad vagy. De hajón nem voltál. Hát te, hogy nem a bújtort csöpi vitte? Mert hát balatoni vagyok, hát persze, ez nekem egy fontos dolog. Na jó, igen, ebben igaz. Nem, én azt hittem, hogy valami ilyen sajtos fóliás doboz lennél, mert hogy ugye... Tényleg? Mert hogy nem ma azt mondja, hogy Gaudával jöttem, tegnap mozzarellával. Extrázik. Igen. Hát a fehérje, fontos a fehérje, ezért teszem minden reggel sajtot, de az annyira nem kötődik, hogy bele is temettessem magam egy ilyen sajtos csomagba. De figyelj, egyébként ha hamvasztanak, akkor ilyen fehérjeporos zacskóba is lehetne. Tehát, hogy csak... Ennek az jó. Protein. Gyuri. Anette? Ja, bocs. Igen? Nem is tudom, hogyha Gyurit mondjuk egy mozzarellás sajtos szendvicsbe vagy ilyen zacskóba tennétek, akkor lehet, hogy én egy ilyen kávés pohárba, mert hogy én meg állandóan kávét iszom. Ha Gyuri sajta teszik, akkor én kávét. De mondjuk... Nesz Anett. Ja, jó, nagyon szellemes, de... Hazudta, bocsi. Nem, de imádom egyébként. Készültök a halálra? Tehát úgy, mint a bácsi? Én már kezdek nem félni tőle. Ez mikor kezd el az ember készülni a halálra? Azt mondta, hogy 94 éves, és ugye ő már hát nyilván logikus, hogy ő gondolkozik a temetésén, hogy az ember mikor kezd el gondolkozni a saját halálán? Hát nagyjából, amikor elérted azt, amit úgy azt érzed, fél hogy idő? Az életeddel ez így összhangban van, hogy nagyjából ez az én csúcsom, és akkor elkezdesz azon gondolkozni. Tehát a lakástoksonál érezted, hogy most már igen. Ideje meghalni. Kijött a Kóbor interjúról, és azt mondta, most már ideje meghalni. Nem, most már... Nem jöttem még ki, Gyuri. Tehát még ott bent ültem, és arra gondoltam, hogyha ilyen lesz a vége, akkor inkább most. De komolyan, amikor én azt gondoltam, hogy az ember, amikor elkezdi számolni az éveit, és eléri mondjuk az 50-et, ugye, ami nálam már egy pár éve bekövetkezett, hogy na ez ennyi már tuti nincs. És akkor a másik momentum, amikor elgondolkozunk, hogy gyereked van. Tehát akkor érzed a felelősséget, akkor hirtelen úgy érzed, hogy még jó lenne nagyon sokáig élni, de mi van, ha nem, meg nem tudom, és akkor az ilyen előkészületeket, én például nem írtam még végrendeletet. Tehát, hogy... De reméljük, ha egyszer megteszed, akkor gondolsz ránk is. Persze. Hogy el tudjuk intézni a szarkofágot. Igen. Legalább arra tegyél félre, hogy igen. Nekünk kelljen. Tehát, hogy ilyen dolgok vannak. De akkor te már ott elkezdted, ugye, a halálra való ott kezdtem el megnyugodni, abban, hogy nem olyan rossz dolog az. De hát 8 éves korban tudod, jön az embernek a félelem. Hmm. Mindenkinél. Aztán az ki mikor dolgozik. 8 éves korban? Igen, az minden gyereknél van, nem? Hát a körül, Gyuri, viselkedés elemző úr. Én még boldog voltam 8 éves koromban. Én is boldog voltam, csak aztán jön egy pillanat, akkor rájössz, hogy ez mulandó.
8 éves korodban jöttél rá, Laci? Gyereknél van egy ilyen. Hát ezt te csak hiszed? Ezt te vagy? Nem, Gyuri, ki fogom keresni a szakirodalmat. Ez 8 éves korod óta szorongsz már? Igen, képzeld el. Elég jó pályán van benne egy 35 év. Azt beleraktam rendesen. Na, de 35 éve szorongsz, én ezt figyelem. Abszolút. Figyelem. 35 éve figyelsz, lejártál Kecskemétre. Tényleg, ott álltál a panel alatt a ablaknál. Nem, csak 8 éves korodban kezdted, mint elárultad, és tudjuk, hogy a mai napig. És ezért kaptál díjat, ugye? A szorongásaimért, igen. Na, nekem nagyon jó terápia volt ez mindaddig, amíg be nem ült velem szemben Kóbor János. Na jó, hagyjuk szegény. Úristen, hányszor kell majd elnézést kérnem tőle, nem, mert imádom. Én imádom, te meg nem. Jó, 7 óra lesz pontosan 5 perc múlva, jövünk vissza azzal, és itt már többen megfogalmazták, hogy gyerekkorukban milyen munkát végeztettek velük a szüleik, de ez lesz a témánk, mert egy pedagógus azt ajánlja, hogy minél hamarabb be kell vonni a gyereket a házi munkába, és hogy a házi munka egyenlő gyerekmunka, egyenlő kizsákmányolás-e, ez egy jó kérdés. Egyáltalán nem hülyeség, nyilván az arány az nem mindegy. Így van. Nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy egyébként a gyerekkorodban milyen munkát végeztettek veled. Itt van valaki, akinek el kellett döntenie, hogy keverőtárcsás mosógépünkkel kimossa az egész családi szennyest, vagy a 3-4 ezer csirkét megetesse, vagy felkapálja az előkertet. Tehát neki ilyen élete volt. Tehát az elég egyértelmű. Az nem ugyanaz, mint hogy Lilikem mosogasd el azt a 3 tányért. Igen, érted? Töröld le a port. Igen. Szóval a szülők hajlamosak tudnak lenni arra is, hogy kizsákmányolják a gyereküket. Ha van ilyen példa, ezt is írjátok meg. Ezzel a témával jövünk Anett hírei után. Minden hétköznap reggel 6-tól Bocskor. Bocskor. Üdv mindenkinek, Szújó Zoltán vagyok. Bocsi visszatért, úgyhogy kapcsolják be biztonsági jöveiket, és kapaszkodjanak. Szevasz Bocsi, üdv újra az éterben. Az ország új ébresztő műsora a Retro Rádióban. Bocskor! Hölgyeim és uraim, ez itt a rádió show, amely most utat mutat, hogy milyen legyen egy igazi reggel. Rúdna a paplant, menni kell, ha kávé már nem ébresz fel. Egy a retro. Óra 10 perc van, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, hello Laci! Jó reggelt, sziasztok! Gyuri! Jó reggelt! Anett. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Itt kérdezi valaki, tényleg az Abba házi énekli a szlogenben, mint a szignálban, gondolom, hogy ébredj a retroval? Hát igen, kényszer hatás alatt elénekelte. Valóban. De jól. De jól, abszolút, abszolút jól. Na, van még egy pár SMS, ez gyorsan, alkalmazás letöltve, szívecske, imádás, ezerrel Móni Pécs, aki bankár. Aztán jó reggelt, Bocsi, Laci, Gyuri, Anett, hatalmas, amit összehoztatok reggelente, méltó utódja műsor a korábbiaknak. Mióta vagytok nekem 7 helyett 6-ra, megyek melózni, a főnök azt hiszi önszorgalommal, pedig csak veletek szeretek kezdeni, Tibi Dániából. Lehet, hogy nőni fog a GDP miattunk? Dániában, igen. Forever, ja. Bocskor, szívecske, örülök, hogy újra hallom a reggeli műsorban Hiszti Kriszti, és nagy szia Sydneyből, veletek jó a délután, Laci. Hello, Laci. Na, valaki azt akarja tőled, hogy beszélj. Jó, rendben, el fogom mondani, hogy a Facebook oldalunkon Bocskor Rádió Show, itt találtok meg minket. Például most is élőben vagyunk, úgyhogy ott is lehet minket követni. És hol tartasz most itt a díj átadásos, nem tudom, fénykép információ kapcsán? Igen, itt Gyuri szerint 500 fölött, de nálam még mindig csak ilyen 392 van, a csakot azt idézőjelben. A frissítés gomb az nem haszontalan, papa. Gyuri, négyszer megnyomtam, hogy hát ha 1000 fölött lesz, mire ez, de nem. Itt nem ugli. Ritkán téved a jó háder úr. De a Facebook annál többször. Igen. Na, gyerekek! Egy pedagógus egy blogban, egy ilyen beírásban azt tanácsolta a szülőknek, hogy ahogy lehet, kezdjék el bevonni a gyerekeket a házi munkába. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én például úgy vagyok, voltam a gyerekem mellett, hogy olyan aranyos, hogy maradjon gyerek, amit csak gyerek lenni tud. Ugyanakkor persze megvan ennek a pedagógiai oka, hogy a gyerek amennyiben élvezi, és a házi munkában tud segíteni, akkor hasznosnak érzi magát, és egyébként szépen fokozatosan neveli ugye a nagy betűs életre. Igen. Van, aki fordítva akarja csinálni, tehát azt mondja, hogy engem annyit dolgoztattak, hogy én a gyerekemnek tényleg, amit te is mondasz, hogy hadd maradjon gyerek, majd mi ezt megcsináljuk. Így van, abszolút. Na most nyilván nem azonnal kell a 6 éves Ferikének a kezében nyomni a sövényvágót. Hát nem. Hát mert a sövényvágó is fejnehéz. Tehát, hogy a Feri... Meg Ferike is, még a gyerekek között sokkal nagyobb a fejük. Így van. Egyébként megnézném, hogy milyen absztrakt dolgokat tudna belevágni Ferike a bokorba, csak ugye, hogyha a Ferike ezáltal elpusztul, akkor az
Tehát az nem egy win-win szituáció. Nem, tehát azt nem lehet beperelni a praktikeren. Ugye? Tehát... És utána még a sövény is nagyon csúnya. És a sövény is és csúnya. És örökre emlékszel rá. Igen. Emlékszem, milyen csúnyán nyírta le. Nézd még mindig. Szegény az az ág. Felike. Emlékszem, igen, milyen rosszul bánt a sövényvágóval. Így van. 4 évesen. Istenem. Na, szóval... Az a lényeg, hogy igenis lehet találni pár éves kortól már olyan apró kis tevékenységeket, feladatokat, amit a gyerek el tud végezni, és ki tudja venni a részét így a családi munkából, vagy rendbetartásból, vagy nem tudom. Most tanárok és pszichológusok szerint nagyon fontos egyébként a gyereknek az önbecsülése miatt és a felelősség érzete miatt, hogy úgy bevonjuk ezekbe a dolgokba. Én nem tudom, hogy ti hogy voltatok gyerekkorotokban, de én arra emlékszem, hogy én gyűlöltem. Tehát én még emlékszem a porszívó szagára is, amit meg kellett fognom, tudom, ami hátul kijött. Annak volt egy ilyen... Porszag, az porszag. A rendes porszag. Hát így van. Jött és amikor ki. Megkért anyukám arra, hogy most porszívózzam ki a nappalit, és megkért, tehát nem parancsolt, meg minden, akkor az nekem egy nyűg volt, és rossz emlékek kötnek. A mai napig nem szeretem a porszívót. Én nagyon szeretek porszívózni, mert az, ami látszik. Tehát annyi időt kell várni, hogy semmi ahol eltolod látszik a csíkot, ott már látszon a különbség, ahol még nem toltad. Ti hány hetente porszívóztatok? Mert nálunk ez nem látszott. Én nálunk pont ezért nagyon ritkán. De Kinga tudja, hogy melyik hónapban kell újra? Nem, én ezt vezetem egyébként. Tehát alapvetően nálunk azért volt más a gyerekmunka otthon, vagy nevezzük házi munkának, mert én szűzjegyű vagyok, és a szűzjegyűekről tudjuk, hogy rendmániásak és kényszerességre hajlamosak. Tehát én magam körül mindent rendben tartom. Tényleg? Nagyon rendben. A szobám én az... akkor pont az ellenkezője vagyok. Nekem nem. Hát ugye az első az, hogy a szobát tedd rendbe. Gyuri, hát te ugye... Gyerekmunkának fogtad fel, hogy te voltál a kisgyerek a csöpi filmekben? Nem, én még nem tudtam róla. Azt hittem, hogy ezt kell csinálni, ez az élet rendje. Aha, és aztán hazamentél, és akkor tehát otthon még segítettél apádnak az étteremben, vagy kivágtad az ezrest, amit kaptál Bújtor bácsitól, hogy apa hozzá túrórudit és kakaót. Hát hiába voltam a Bújtor mellett sztáradtam, még fel kellett tennem a kis pincéregyenruhámat, és akkor mentem és dolgoztam. Pincéregyenruhám? Varadtak neked ilyen kicsi gyerek pincéregyenruhám? Ja. Csokornyakendővel? Persze. Nekem is volt csokornyakendőm, nem tudom miért egyébként, de ez hát, hogy össze lehetett kapcsolni, tehát nem megkötős. Tépőzáras volt, igen. Neked tépőzáras volt. Aha. Hát a pincéreknek kell a gyorsaság. És te miként fogtad fel azt, hogy dolgoztattak? Tehát, hogy örömmel csináltad, mert ez egyfajta utánzás, érted? A nagyokat leutánzod, és tök jó. Vagy pup volt a hátadon, amikor tihanyban mindig hazajöttél. Kisgyerekként még jó volt utánozni, de aztán rájöttem, hogy ez teljesen értelmetlen. Tehát a felszolgálás maga értelmetlen. Persze, én úgysem csinálom. Én nem nyitsz egy önkiszolgálat, apa. Miért nem jön oda a pulthoz, ha akar valamit? Tehát, nincs lába, oda tud jönni. Na, Anette? Én is viszonylag sok mindent csináltam otthon. Ugye említettem az előbb, hogy általában anyukám a boltba küldött el, ja, nem szeretett, de például a konyhában is kellett segítenem. Ugye a lányok általában az anyukák mellett a konyhában segítenek, akkor mosogatni, akkor... Hogy fogtad fel ezeket? Hogy érezted? Akkor tetszett. Tetszett igen, is a meló. Igen, abszolút tetszett. Sőt, volt olyan, hogy később itt anyukám a munkahelyére, és akkor már kaptam is érte pénzt, hogy papírokat pakolgattam. Ezt a 100 oldalt gépeld le. Hogy fénymásoljam, de... Adott érte pénzt. Ez egy kulcs szó. Na, kaptál-e... Te hol voltál gyerek? Mert azt mondtad, én hogy Kecskeméten... A panelban? Panelban, egy 2 szobás panel lakásban laktunk. Sehol máshol, tehát Kecskemétnek az aszfaltozott részén laktatok, nem volt? Ez még az aszfaltozott része, a Széchenyi város, amit már emlegettem. Igen? Rengeteg panelház volt, és ott gyakorlatilag ezen a 70-valahány négyzetméteren. Ott volt meló? 70-valahány négyzetméteren? Mondom, a szobámat rendben tartottam, meg ilyen mosogatást, ilyesmit megcsináltam. Én ezt nagyon élveztem, hogy nekem elváltak a szüleim, tehát mi anyámmal ugye kettesben voltunk, de egy csomó dolog nyilván rám is hárult. Aha. Ilyen szempontból. Nekem ezzel soha nem volt problémám. Én nagyon szívesen, mai napig azt csinálom, hogyha otthon dolgozom mondjuk, és kicsit elegem van a melóból, akkor fölállok, bepakolom a mosogatógépet, berakok egy mosást, tehát ilyen lettem. Fura vagy. Ez nem furaság, szeretem a tiszta ruhákat, meg az edényeket. Ennyi. Nézzel meg azt a foltot a sárga pólódon, mert láttam ma reggel. Ja, hát az gyárilag már benne van. De igen, majd adok neked olyan fehérje enzim oldómosóport, ami egyébként... Uh-huh. Ki van képben jobban? Én egyedül vagyok a háztartásban, én szintén mosok, mosogatok. Ja, ízét is az ilyen akciós újságokat, amit bedobnak, hogy mennyi a sonka. Nem számít a pénz. Tehát ha olyan fehérje enzim van benne, akkor veszed. Akkor nem számít a pénz, egy nap 3 mosást is elindít, ha úgy van.
Nem, sőt, úgy nézi az akciós újságokat, hogy így filccel előtte a gyerekkel kiszínezteti benne az árakat. Tudod, hogy apa nem szereti látni. Az étteremben is. A Gianniek már tudják, hogy nagy filctől lehúzzák át az árat. Bocskorú, csak válaszol. Na nem, hülyeséget félretéve, kaptál-e pénzt? Kapott-e bárki pénzt? Te kaptál gépelésért, te kaptál pénzt? Én nem kaptam ezért pénzt. Te nem kaptál pénzt. Gyuri, te kaptál pénzt? Hát engem próbáltak így is rávenni. Hogy megtarthatod de... a jattot. Nem szerettem ettől jobban a munkát. Úgy. 6 éves kisgyerek ilyen kis csokornyakkendőben, az mindenki megsajnálja és ad neki borravalót. Volt ilyen kis tarisznyám is, amiben bele tudták dobni az aprót. Persze. De egyébként a jó étteremfőnök elveszi a pincértől a pénzt, tehát ez nem úgy van. Apád kicsavarta a kezedből? Ha pincért gyorsan fut, akkor nem tudja elvenni. Apád nem csavarta ki a kezedből a százasokat? Nem. 11-kor, amikor Gyurika 12 órás műszak után lerogyott az étteremben hátul a konyhában, akkor jött apa. Hol a lóvé, Gyuri? Megfogott a lábadnál fogva, és így rázott fejjel lefelé. Hol vannak az aprók? Volt egy titkos helyem a padláson, ahova el tudtam bújni. Istenem. Sztárgázsi a mafilmtől, és még a borravalók kezdtei étteremben. Hát azért az, de azért megkerested azért az életed kenyerét már. Hát volt itt kaland, papa. Neked már igazából nem is kéne dolgozni. Te csak hobbiból jársz ide, nem? Én már túl vagyok a munkás éveket. Én 12 évesen úgy gondoltam, elég volt. Szóval én például ugye, amikor kisebb voltam, akkor ugye Németországban voltunk, és ott abszolút standard volt az, hogyha gyerekek segítettek a szülőknek a házi munkában, azért a szülők ezt díjazták pénzzel. Ugye ez egy kapitalista ország volt, tehát a szemlélet ez volt. Magyarán ezt az én szüleim is átvették, tehát hogyha mit tudom, anyukámnak segítettem mosogatni, akkor kaptam érte 50 feniget. Vagy lemostam apám autóját, akkor kaptam érte 2 márkát. És ez a zseppénzhez még hozzájött, és ezzel én tudtam hát egyrészt ugye gazdálkodni, másrészt motivált voltam a munkára, és azt is megtanultam, hogy munkáért jár valami, nincs ingyen munka. Hát itt kényeztettek el téged. De miért? Az, hogy nincs ingyen munka, hogy ez az életem filozófiájává vált? Nem, de hát egy családi közösségben az ember a saját magáért, meg a családért dolgozik. Igen. Nem pénzért. Közös a cél. Milyen közös cél? Nem az, hogy itt van a kis Gáborka vendégségbe, és akkor kifizetjük, mert ő a takarítónő, és megcsinálja a dolgokat, hanem hogy érezze azt, hogy anya és apa is dolgozik, akkor... Igen, de anya és apa is dolgozik, és ők kapnak pénzt. Hát ezért Gabika is kap pénzt, ha dolgozik. De enni kaptál. Kaptál ajánlatokat, hogy most ezt csináld meg 50 fenigért, ezt csináld meg egy márkáért, és volt, amit vissza is utasítottál? Vagy hogy de ez nem úgy volt nálunk egy állásbörze, tehát hogy ott kiírták a hirdetéseket, hogy akkor aznap én és a testvérem milyen munkákat végezhetünk el, mennyire is így lecsaptunk rá. Érted, hogy a nagyon zsíros melókat elvittük. Ja, ja. Hát korábban keltél fél órával, hogy a tesód elől ellopasd a jobb melókat. Egy jó 2 márkát. És automosás jobb, mint egy 50 feniges mosogatás. Ja, na mindegy. Én egyébként ezt tök helyesnek tartom, és például én a lányommal is így vagyok, hogy egyszer kedve, és soha nem kényszerítettem semmire. Nyilván az, hogy a szobájába kéne egy kis rend, meg ilyesmi, az úgyse jött össze. De ő kedvet kapott például a mosogatáshoz, például az automosáshoz, sőt, a kerítés festést is imádja. Az a baj, hogy mai napig német márkába fizetett ki. Egyébként én szerintem az még mindig beváltható lenne. De nem ez a lényeg. Hanem, hogy volt neki, és egyébként az Andi ezt abszolút helytelennek tartotta. Tehát itt neki volt egy ilyen szülői, hogy én azt mondtam, hogy akkor ezért most adok neked valamit, hogy az egész mosatlantot elmosogattad, meg minden. Mert és pont ugyanezt mondtam, mert hogyha valaki dolgozik, azért jár fizetség. Igen, akkor is, ha gyerek, a gyereket, hogyha nem fizetett ki, akkor az rabszolgatartás. És az áristát kialakította ki? Én. Ja, nem is érdekelte, ő berakta egy dobozba, mit tudom én, a többi közé. Hát akkor magyarul eredménytelen volt az, hogy berakta a többi közé, nem érdekelte. Hát most érted, csak nyomott áron végeztetsz el egy gyerekkel egy munkát, nem piaci áron fizetted ki a takarítónő órabérét leszámolva. Nem akarom elmondani, szerintem egész szépen, tehát azért dolgoznál nálam. Tehát a takarítónő megrigyelte volna azt. Az után Laci, múltkor, amikor nálam voltál, hidd el, ha tudod az árat, akkor elmosogattál volna. Hát, a vendégség után nem szedtem volna le a poharakat, ha tudom, hogy pénzért is lehet. De tényleg, még zavarta a lelkiismeretet, hogy ott hagyunk téged a sok mosatlannál. De és egyébként nem kér soha pénzt, és kedve van. Tehát mindig ő kér, hogy apa mossunk autót, vagy apa fessük le a kerítést, vagy valami. Imádja ezeket a dolgokat, de nálunk nincs semmilyen kényszer ilyen téren. Mi a pénzt ebből teljesen kiiktattuk. Nálunk úgy van, hogy a nagyobbik fiammal íratom, hogy mi az, amit elvégzett, házi munkát, és utána időnként azt megnézzük, mit vágyik egy játékra, amit szeretne mondjuk a gépre megvenni, vagy letölteni, akkor szépen megegyezünk, hogy akkor hány munka fedezi azt, és akkor... Hát akkor
indirekt módon te is ezt csinálod, hát csak nem adsz pénzt neki, és nem tanítod meg gazdálkodni őt. Hát igen, mert hogy igen, de tulajdonképpen kiveszem azt, hogy ilyen nagyon nyomott áron, tehát nem piaci körülmények között, azt tanítom meg vele. Nagyon nyomott áron? Kizsákmányolás. Nem kizsákmányolás. Laci, kizsákmányolás. Nem, megkapja. Hogy hívják a nagyobbik fiadat? Mátyás. Mátyás, hogyha hallasz engem, apád kizsákmányol, soha többet ne végez semmilyen munkát ennek az embernek. Azt mondja, nyomott áron dolgoztat téged. Ezt tudod, mit jelent? Ezt csinálják az indiai vendégmunkásokkal Dubajban. Egyébként az életükbe kerül sokszor. Köriszagúan halnak meg egy 120 emeletes épület tetején. Éhen. És ne hidd el apádnak, hogy a 20 forintos annyit ér, mint a 200 forintos. De most azon gondolkodom, hogy a Mátyás ül az anyja mellett, mennek iskolába, ül az autóban, és így ránéz az anyjára, hogy jaj, apának ez a munkája. De tényleg nem és akarom, anya, hogy... a Gabi bácsi csak viccel. Figyelj, a munka, mit tudom én, azért tényleg tehát a piaci viszonyokhoz képest nyomott áron fizeted meg a gyerekedet, magyarul nem. Azt tanulja meg, hogy ezek a munkák, ezek kevesebbet érnek, mint amit el lehet végezni nem. Egyébként. Tehát nem magyarul ne házi munkát végezzél, hanem menjél, és hagyd ott a házi munkát majd az asszonynak. Majd az megcsinálja. Na, egyre lenéződ vagy. Tehát ez szépen bánsz a nőkkel is. Tanítod. Ezt tanítod. Én nem tanítom, te tanítod a gyerekednek. Nem, én azt mondom, hogy nem akarom a pénzt ebbe belekeverni. Így van, Mátyás ezért nem kap semmit. Majd egyszer kinézünk valamit szépen a kirakatból. Mennyit is dolgoztál az elmúlt hónapban? Na jó, hát akkor nem kapod meg azt a Nintendót. De ez nem jelenti azt, azért szép. Kiiktatom a pénzt, attól ilyen flagmán beszélek a gyerekemmel. Hát lehet, hogy szép hangsúlyon mondod ugyanezt. De az aki pénzt ad a gyerekének, az szépen beszél. Amit anyát csinál, az se ér semmit. Hát itt... na, ilyet biztos, hogy nem hall tőlem soha. Fordítva lehet. Jaj, Istenem, na. Nézzük meg, szerintem a hallgatóktól kérdezzük meg, egyébként nagyon sokan írtak már erre, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol kezdődik a kizsákmányolás érzete. Tehát amikor gyerek voltál, akkor, hogyha visszagondolsz a gyerekkorodra, milyen munkát végeztettek veled, amiért most utólag úgy érzed, hogy kizsákmányoltak. Tehát most itt hallottunk példákat, hallottuk a nyomott árulatát, tehát Mátyás biztos, hogy föl fog engem hívni egy ilyen 10 év múlva, és biztos. Azt mondja, hogy Gábor, már akkor már nem leszek bácsi, Gábor, igazad volt. Persze, sokkal jobb, hogyha mindent pénzben fejezünk ki, mert a pénz az érték egyedül. Bocsáss meg, hogy átvezetődtünk a piacgazdaságba. Itt tartunk, Laci, tehát te álmodozhatsz a kanapédon egy lakástalkshowban, de itt ez a kőkemény versenyszféra. És ezt a gyereknek is rögtön meg kell tanulni. Abszolút meg kell tanulni. Hát láttam a gyermekedet, hát ez egy nagy fiú. Igen. Persze, hogy meg kell tanulni. Júri, most védjél már meg. Helyesen igazad van, a pénz az jó. Ja, oké. Okay, milyen érvek? Milyen érvek? Hallod ezt? Tényleg abban a kérdésben, hogy... A pénz az jó. Komolyan, egy ilyen vitában a Gyurihoz pénzügyben odafordulni, hogy a pénz az jó, mit vártál azok után, hogy ugye a bújtorcsöpitől esett az étterembe és rongyosra kereste magát? Csak ez érdekelte. Pénz. Na jó, akkor még egyszer a kérdés, tehát gondoljatok vissza a gyerekkorotokra, azt, hogy milyen munkát végeztettek veled, és hogy hol volt az, hogy amikor utólag úgy érzed, hogy na, basszus, azért a szüleim mégiscsak kizsákmányoltak. 06-20-22-22-122. Minden hétköznap reggel 6-tól Bocskor. Itt Bárdos és Sanyi, Bocskor pedig ismét a mikrofon mögött, újra van rádió. Az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Bocskor! A Retro Rádióban. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 38 lesz, pontosan 5 perc múlva. Fú, gyerekek, rengeteg gyerekmunkás SMS érkezett. Sőt, valaki mindjárt el is mondja, hogy ő mennyire ki lett zsákmányolva. Először nézzük, hogy miket írnak. Mondom Benedek fiamnak, léci szedd össze a kutyaszart az udvaron, erre ő a gyerekmunkát az ENSZ is bünteti. Jó, panka kutya két nap telerítjent egy teszkós zacsit. Nagyon kell vigyázni, hogy a gyerek mennyire tájékozott. Igen. Visszavág. Jó reggel, gyerekkoromban voltak, nem tudom, az utcán télen, amikor autóval apám nem tudott kimenni a telekre, nekünk kellett a bátyámmal szánkón kihúzni az 50 kg-os kukoricás zsákot, hogy etessük meg az állatokat. Mindez hajnalban, iskola előtt. Ez apának van egy hobbija, hogy állatokat tart, majd a gyerek elintézi. Ez, hát lehet, az hogy az a foglalkozása. Nem tudom. 10 évesen málnát szedtem napi 10 órában minden nyáron, kaptam érte egy versenybiciklit, ami nekem volt az elsőként az iskolában. 1 forintért adtam oda egy körre. Akkor még lehetett ezzel pénzt keresni. Jó reggelt, majd 2 év várakozás után újra itt vagytok, végre egy tartalmas, szerethető reggeli műsor. Örülök, évtizedek óta hű hallgatótok. Puszi nektek, Adri Ausztriából. Puszi, Adri! Szia! Én falun élek, és gyerekkoromban nyáron 40 fokban kellett málnát szedni, és ribizlit. Néha ez kizsákmányolásnak tűnt, bár tudtuk, hogy abból a pénzből mehetünk az Adidas bolt elé sorba állni.
Igen, ez emlékeztek erre, ez egy olyan retro fénykép most, amit itt SMS-ben kaptunk. Gyönyörű. Nem fogalmaznék úgy, hogy kihasználtak a házi munkával, de tiniként onnan tudtam, hogy apám felöntött a garatra, hogy olyankor azonnali nagy takarítást rendelt mindig tőlem, bármivel is foglalkoztam azelőtt. Aha, ezzel kompenzált nyilván, hogy ő milyen jó ember, szereti a tisztaságot. Igen. Az óvónéni, ezt figyeld, az egész csoportot elvitte a telkére, és kislapáttal szedtük ki az épülőházuk alapját. Egy bambiért és egy sportszeletért, picske. Kislapáttal megalapozni egy házat. Óvodásokat, basszus. Hegyetesség, Fannika, itt egy lapát, Attika, egy lapát. Sanyika, húzzál bele, mert a terészeden nem elég mély, meg ott omlik a fala. Így nem van. Lesz jó. És ilyen formába tömték a óvónének, tudod, és akkor volt egy ilyen kis kuglóforma. Meg milyen jó lehetett abban a házban. Na, ugyanezt lapni. Próbáld meg Malterrel. Úristen, na, a vonalban a Karesz van. Hello, Karesszia! Jó, bocsi! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt, mindenki jöttetek! Na, Karesz, mesélj! Nagyon kemény, amit írtál, tehát te aztán tényleg ki voltál zsákmányolva, mesélj! Én mondjuk azt így, hogy ki voltam zsákmányolva, akkoriban ez volt talán lehet, nem tudom, ilyen születtük, mi gyerekként nem mertünk beleszólni ezt a dologba, ezt kellett csinálni. Hát igen, azért reggel 4-kor fölkelni, az öregekkel, és csak elmenni, lekaszálni mondjuk egy hektárnyi lucernát, nem volt egy kis pályás dolog. De kaszával? Rendesen azzal a kaszával, amire egyszerűen majdnem levágtam a lábam, igen? Így az. De nem volt külön gyerek kasza. Ilyen lila. Egy méteres kaszáról beszélünk. És hány éves voltál akkor, amikor kaszáltál lucernát? Hát igen, 10 éves, 11-12. Jézus! Szerintem már 9 évesen is kaszáltam, bár most ezt így most nem mondanám, hogy biztos, de azért 10 évesen bőven. Aha, mit csináltál még? Hektárokat. Hát, igen, tehát nem kis területeket, ilyen hektárokat kellett lekaszálni. Volt, amikor időre, volt, amikor lelosztak, érted? Időre, tehát... De ja, kérlek, hogy csúnya szavakat ne használj, légy szíves. Bocsánat, igen. Tehát, hogy időre kellett is. De hát a kaszás embereknél ez ugye ez egy folklór. Igen. Időre kaszálás? Nem, a másik. Ja. Na, és miket csináltatok még veletek, apa? Ugye akkoriban abban az időszakban, hogy ez egy régi korszak, nem vagyok már fiatal, akkor ugye sódert voltunk, terkocsikkal. Sódert? Igen, két volt kocsit lett lapátolni gyerekként, testvéremmel. Én legalább igen. Volt egy válveregetés a végén, hogy ügyesek vagy. Az volt, persze. Köszik a resz, volt. És az élóvén? Igen, nagyjából, igen. Az nem igazán, ilyen trillérek, azt lehet mondani. Tehát igazából nem fizette ezt meg. Mi lett belőle? Csak azért kíváncsi, hogy a munkához való hozzáállásod milyen. Hát ugye, én azért 19 évesen úgy gondoltam, hogy ez van élet, és akkor én elvonultam világgá. Elmentél világgá, azaz el az országból? Igen, el. És hova, és mit csináltál? Én Ausztriában voltam sokáig, több mint 3-4-ig dolgoztam kint. Én úgy mentem ki, hogy akkoriban ugye ezt idézőben szökésnek számított, mert azért 90-es években volt. Hát akkor de már nem számított szökésnek, ez 89-től nem szökés már. Fekete munkáért. Ja, a fekete munka az izé. És minden? Fizikai munkát végeztél, vagy valami teljesen mást? Hát fizikai munkát is, de én a gyerekem azért annyit tapasztaltam, hogy én azért autószervizőn dolgozom jelenleg is. Aha. Én akkoriban 90-es években kivonultam, és ott egy ilyen bontóba jutottam be, és ott aztán kezdtem dolgozni több éven keresztül. Hmm. Na jó van, Karesz, hát köszönjük szépen. Én azt mondom, hogy igen, jó az, amit elmondasz te is, hogy igenis kell a gyerekeket. Én nem fogom a gyerekeimet sorvözésért kényszeríteni, ahogy engem kényszerítettek, mert nem volt helyes, én úgy gondolom. Szerintem sem volt helyes, tehát így, ahogy elmondtad, nem volt helyes. Lehet azt csinálni, hogy az ember átvezeti, hogy igenis ez jó, hogy is hozta be a pénzt, és próbálja meg, hogy mit jelent az, hogy hobbi, és így van, mennyit így kell van. Keresni, és mennyit kell dolgozni vele. Ugye a másik tudja, hogy a fülő éppen annyi dolgozott ért, amit nem kell, és azt be tudja osztani, de azért azt, hogy valakit úgy kényszeríteni, hogy igenis ezt kell menni, és már választásra, mert éhezünk meg, stb. Ilyen hülyeségek, mert ez nem igaz, sajnos. De ezt így kell valahogy másképp csinálni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy azért próbálják megintézni, és ne azt a verziót, és nem a másik verziót. Karesz, köszönjük szépen, teljesen egyetértünk. Okay, köszi, csáó, szia, hello. Hú, nagyon kár, hogy őt nem tudjuk már felhívni. Azt írja, hogy én most 14 vagyok, és nekem árkot kell ásnom, nem kapok érte pénzt, nagyon jók vagytok, hello. Ez konkrétan nem az, amikor házi munkáért adok pénzt, vagy nem adok pénzt kérdés, hanem egy segédmunkást kiváltok, úgyhogy viszont nem is fizetek, és nem is fizetek járulékot utána. 14 évesen árkotási. Ás, igen. Nem barátságos. Jó. Játszunk még, bőven belefér egy Hungary Machine.
Egyik kedvenc játékom, tudjátok, dalszöveg bele a Google-ba, átrágja a fordítógép, vissza magyarra, és aztán valami más jön ki. Ebből kell kitalálni, hogy melyik magyar dal szövegéből vágtunk egy részletet. Hívjatok most 0620-22-22-122. Minden hétköznap reggel 6-tól Bocskor. Hello, sziasztok, én Döglész Zoli vagyok, és nagyon-nagyon örülök, hogy a Bocsi visszatért az étterbe. Ez az. Az ország új ébresztő műsora a Retro Rádióban. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul a Hungary Machine. Na, hát összekötöttük a kellemest a hasznossal, ugyanis van itt egy SMS-ezőnk, aki azt mondja, hogy 14 éves, és ugye árkot kell ásnia, és nem kap érte pénzt, és ő játszik velünk most. Hello, Marci, szia! Hello, hello! Hello, szia! 14 éves vagy, és árkot ásol kinek? Tehát te ilyen közmunkán vagy apa úgy gondolta, hogy körbeássa a házat? Nem, ez egy ilyen otthoni meló, ugye söveket kellett rakni, és akkor hát ugye besegítettem az árok ásásba. De miért nem apád ásol, ilyen Stephen Hawking állapotban vagy? Nem. Vagy mi a... Nem, mert ugye ketten ások is, ez ilyen, ez amúgy, amúgy nincs olyan probléma, szóval tök jó ilyen családi meló. Ki mászik ki többször az árokból egy sörért? Nyilván apa. Igen. De hát te nem is kapsz sört, gondolom, maximum egy ilyen 0%-os Radlert, vagy ilyesmit, nem? Nem, én csak almalevet kapok. De te csak almalevet kapsz. Figyú, és ezt most őszintén te szívesen csinálod, vagy mert muszáj, vagy kényszerből, tehát ugye a három közül a skálán melyik? Őszintén először ilyen, szóval először kényszer volt, de aztán meg így egyre jobban megszerettem ezt az egészet. Mert az így, árok ásást meg lehet szeretni az nagyon, őszint? Nagyon, te! De hát is. Igen, de tényleg meg lehet, mert így együtt vagy. Így a apáta, és akkor közben dumáltok, és közben csináljátok. Meg amúgy nem olyan dolgot csinálok, szóval, hogy nem annyira fizikailag megterhelő, csak így. Milyen hosszú lesz az árok? Hány méternél tartotok most? Mélységben és hosszban? 50 centi mély és 50 méter hosszú kb. 50 méter? 50 méter, hogy tiétek az utca? Igen. Nem, a lejáró nagyon hosszú a lejáró. Messze van a háza kerítéstől. Igen. 50 méter? Igen. Uh-huh. Hát a Laci meg az én telkünket, ha összerakunk, nincs 50 méter. Igen. Sajnos. Ja, ez Magyarországon hol laktak? Olcsó helyen? Na, fenn a 12. kerületben. Ja, hát. Basszus. Azt gondolnám, hogy apa akkor oda hív 12 munkás meg egy darut. Igen, de... a 12. kerületben én is ezt gondolom. Gyerekkel kiásatom. Marci, tök jó fej vagy. Figyú, játszunk egyet, nem tudom, hogy a korodnál fogva ismerni fogod-e ezt a játékot. Előre mondom, hogy nyertél, jó? Az jó. Bocskor ajándékcsomagot. Van benne maszk, táska és bögre. De azért megmutatjuk a feladatot, jó? A játékot okay. Ismered, hogy mit csináltunk? Tehát egy dalszövegrészletet beadtunk a Google-ba és lefordítottuk? Ezt ismered? Nem, az a baj, még nem. De a Google-t ismered viszont? Igen. Meg a Google fordítót, mint funkciót. Igen. Egy magyar dalszöveg részletet ugye beírtunk a Google-ba magyarul, és lefordítottuk egy idegen nyelvre. Akkor abból kijött valami, ugyanezt a szöveget visszaraktuk a fordítóba, és arról az idegen nyelvről visszafordítottuk magyarra. De a Google fordító egy tök más dolgot hozott ki, mint az eredeti szöveg. És ezért, bár lesznek benne ismerős szavak vagy fordulatok, de nem lesz olyan, mint az eredeti dalszöveg, tehát nehezen felismerhető. Aha. Okay. És a Google hangja fogja elmondani, hogy apa ott van melletted, ő hallja? Nem, mert ugye most iskolában vagyok. Ja, te most iskolában vagy. Szerinted mert volna telefonálni? Igen, de még szünet van. Ja, a szünet van. Na jó, akkor gyorsan nyomom, figyelj. Végül indulás előtt van egy képed rólam, ha nem emlékszel, szakítsd és nézd el. Ebből? Nem a Nautom Familia 220 felett? Vagy nem? Nem. De megmutatom, mi volt ez. Figyelj! De ismerős, nem? Igen, ismerős. A dalcímét nem tudom, hogy szerződjön. És hogy hívják a nénit, aki énekel? Hát olyan nem tudom. Ne hagyd magad megtéveszteni. Na jó, mindenképpen nyertél. Figyú, Marci, a kollega a nőnk valamikor visszahív, jó? Jó, rendben. És elkéri a címedet, és küldjük az ajándékot. Nagyon csinos. Oké. Oké, óriási vagy. Köszi, szia Marci! Hello! Hello! Hello.
Milyen helyes, hogy bemondta az egyetlen dalt, amit ismer. Ebből tök a jó fej. Abszolút. Abszolút. És nagyon bátor helyes volt. Hát volt, aki ismeri a dalt, és aztán elkezdte és Marci meg egyszerűen mond egy neotont, érted? Ezt hallotta apjától az árokban. Ez itt a nagy tanulság. 50 méter árok kiásása kell ahhoz, hogy megszeresd az árokásást. Ja. Köszi, hogy mindig ilyen filozófikusan összegzed a munkásságunkat. El a tanulság. De nem, jól esik. Őszintén jól esik. Nincs szabad? Elfogadom. Azt hiszem, elfogytak a szavaim. Nem, elfogadom, vagy azt hittem folytatom. Nem, azzal akarom folytatni, hogy miután ugye a Forma 1 szezon zajlik, és meglepő fordulatot hozott a tegnapi Forma 1-es nap, mint nem volt verseny, de egy hír. Az a hír, hogy Vettel ugye elhagyja a Ferrarit, és az Aston Martinhoz igazol, ami nem is volt egy létező csapat, a Racing Point jelentette be, hogy ők most Aston Martin. Hát menőbb a név egyértelműen, ha csak tényleg James Bondra gondolunk. Tehát én nem értek a Forma 1-hez, ennyit megértek belőle, hogy az Aston Martin menő. Menő, csak nem biztos, hogy a Forma 1-ben. De engem az érdekel, és ezért hívjuk majd nem sokára Szújó Zolit, az érdekel, hogy lehet az, hogy ezek a versenyzők, akik ugye 30 már elmúltak, lásd Sebastian Vettel, lásd Kimi Räikkönen, lásd Fernando Alonso, lásd Felipe Massa, és egyszer csak a nagy csapatok, ahol tényleg brilliáns sikereket értek el, elengedik a kezüket, és gyakorlatilag ilyen hulladék csapatokhoz kerülnek. Tehát nagyon durva, hogy körülbelül van 20 olyan pilóta, aki tényleg érdemes arra, hogy a Forma 1 tetejében legyen, és ezek így szépen kezdenek kikopni. Tehát mi történik egy pilótával, vagy egy focistának elfogy az ereje, vagy az izma, vagy a nem tudom micsoda, de egy pilóta minden tud, amit tud. Továbbra is? Továbbra is. Tehát mi az, amiért ezek az emberek lecserélődnek, és ilyen szintelen szaktalan, arctalan figurák kerülnek a helyükre, hogy van egy ilyen, hogy elküldünk nyugdíjba kötelezően, vagy van-e egy olyan képesség, ami elmúlik? Hát és milyen irányú ez a mozgás? Tehát Aston Martintól van-e vissza fölfelé? Így van. Na, hát ezekre szeretnénk majd választ kapni a hírek után Szújó Zolitól. Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Hölgyeim és uraim, ez itt a Rádió Show, amely most utat mutat, hogy milyen legyen egy igazi reggel. Rutna paplant venni kell, ha kávé már nem ébredsz fel. Egy a Retro. Igen, jó reggelt, elnézést, akit el voltam foglalva a kis csatornákkal, tudjátok, 8 óra elmúlt 11 perccel, és itt van a Laci természetesen, reggel, Laci, szia, aki tegnap díjat kapott a legjobb talk show az ever a Kárpát-medencében, ugye? Itt ez van, volt hát a díj. Magyarországon, igen. Igen. Itt van Gyuri, hello Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. És hello. Itt van Anett, hello. Sziasztok. Jó reggelt. Na, nem is tudom, hol kezdjük. Látom, hogy mindenki a témához akar hozzáírni, vagy hozzászólni. Akkor vágjunk is bele szerintem. Itt ugye a Forma 1-ben, vagy Formula 1-ben, nem is tudom, hogy ez a helyesebb, ugye a Formula. Mindjárt megtudjuk. Formula 1. Hosszú ideje terjedő pletyka most abszolút befejezésre került, vagy végére, vagy pont került a végére, mert mindenki azt találgatta, hogy mi lesz Sebastian Vettellel, és a jövő évben már az Aston Martin néven szereplő Racing Point bejelentette, hogy bizony ők szerződtették a Ferrari-tól Sebastian Vettelt. Amúgy négyszeres világbajnok, csak hogy megjegyzem. És ő volt legfiatalabb világbajnok, ezt is megnéztem. Így van. Na, hát megdöbbentett mindenféle forma egy kedvelőt a hír, mert egyrészt egy ikon, másrészt egy olyan csapathoz szegődik, amiről eddig azért nagyon sokat nem tudtunk, legalábbis milyen átlagos nézők, és nem ez az első ilyen, mondjuk azt, hogy keserű átigazolás, ha belegondoltok. Valahogy a Forma 1 sztárok, elnézést, valahogy a Forma 1 sztárok szinte kivétel nélkül, én legalábbis úgy ítélem meg, hogy méltatlan búcsút vesznek a nagy csapatoktól. Tehát most gondolok Fernando Alonsóra, 2015-től 18-ig ugye ismét a McLaren színeiben, 2021-ben visszatér az Alpine Renault-hoz. Kimi Räikkönen 2007-ben világbajnok a Ferrarival, 2019-20-ban pedig az Alfa Romeo, tehát az Istenhegyi úton látok Alfa Romeo-kat. Tehát méltatlan, abszolút hát méltatlan. Hát azért a 12-13 év különbség mondjuk, tehát egy világbajnoki cím után ennyivel simán előfordulhat, hogy... Igen, úgy fordul. De engem az érdekelne, hogy mi történik ezekkel a pilótákkal, hogy hirtelen a legnagyobbaknak nem kell.
Hát ez egy baromi érdekes dolog. Nyilván köze van az életkorhoz, csak nem akarom elhinni azt, hogy például nyilván egy futballista az már nem tud olyan gyorsan futni, vagy olyan nagyot nyújtózkodni, vagy nem tudom. De hát egy pilóta mindent tud. Hol kell féktávot venni, hol kell megnyomni a gázt, hol kell előzni. A fejében van a világ összes pályája. Mindent tud az autóról. Mi az, amit elveszít, mit tudom én, 32 éves korában? De tényleg, ha kivennék az agyát, a teste akkor is megcsinálná a versenyt. Egyébként ebben ez a döbbenetes. Én nem tudom, ha előttem állna két ilyen top Forma 1-es pilóta, én az alapján választanék, hogy mondjuk melyiket tele az overáját ketchuppal, amikor hotdogozott. De hogy tényleg, hogy mi a különbség? Itt nem század másodpercekről beszélünk, mondjuk reakcióidőknél, még kevesebbről. A reakcióidő egyáltalán. Például. És azt se felejtsük el, és a csapatoknál, majd ez is mindjárt meg fogjuk tudni, hogy a csapatoknál ugye az sem fontos, hogy milyen marketing üzenete van, milyen reklámhordozó tud lenni. Az sem mindegy, igen. Milyen karakter, milyen karizmája van. Azért elnézést kérek, de Kimi Räikkönen, annak idején Schumacher, régebben, nem tudom, Mika Häkkinen, de Sebastian Vettel épp úgy. Tehát ezek azért akkora arcok voltak, velük el lehetett adni termékeket. Simán el tudom képzelni, hogy van egyébként egy nem annyira jóképű, nem annyira menő Forma 1-es versenyző, de mégis több pénzt tud termelni, mondjuk mind az istállójának, mind saját magának, mondjuk reklámbevételekből. Igen, de hát mi ugye nagyon-nagyon laikusak vagyunk, nem értünk ezzel az egészhez, ezért fordultunk a Mr. Magyar Forma 1-hez, Szújó Zolihoz. Szia Zoli, jó reggel! Szia Zoli! Jó reggelt, sziasztok, és mindenkinek. Gyerekek, olyan okosan megbeszéltétek a témát, hogy én már nem is kellek ide. Sziasztok! Édes Zoli! Hát dehogy nem. Olyan fontos dolgokat érintettetek, hogy de a kalappal. Rendben, Zoli, de ezek igazából csak kérdések, tehát mi nem tudjuk a választ. És tényleg nem ér, ez most hidd el, ezek nem álkérdések, hanem tényleg érdekel, hogy mi történik egy Vettellel, mit tud ő most kevésbé, mint tudott 4 éve. Nem értem. Igen, szerintem általános igazság nincs, és azért abban megegyeznek azok, akik talán még nálam is jobban értenek a Forma 1-hez, bár nyilván kevesen vannak ilyenek, hogy azért 35 éves korú környékén vannak a Forma 1-es pilóták a csúcson. Ahogy ti mondtátok, akkor a legjobb a reakcióidő, akkor ismeri minden csínyát, bínyát a Forma 1-nek, de az én tapasztalatom szerint egyetlen dolog történik, ami általában a szakításhoz vezet, ez pedig borzasztó kimondani, mert ezeknek a rendkívül erős karaktereknek ugye nagyon-nagyon komoly szurkolótábora van, és most biztos, hogy nagyon sokan meg fognak sértődni, de egyszerűen túlnő az egójuk a csapaton. Tehát egész egyszerűen ott vagy egy négyszeres világbajnokként, megérkezel csillogó szemekkel Maranellóba, ahogy tette az 2015-ben Sebastian Vettel, és jelen pillanatban a Ferrari azt se tudja, hogy merre van az előnye, az előre, körülbelül, mit tudom én, 13. 15. helyeken pilinkélnek a Ferrarival, és ahelyett, hogy megváltotta volna a világot Maranellóban Sebastian Vettel, és végre 2007-2008 után újra egy VB címet hozott volna ennek a legendás csapatnak, tönkrement az egész projekt, és gyakorlatilag kiszerettek egymásból, és azt mondta, hogy bocsánat, de ezt ő nem fogja tovább bírni, meg a csapat mondja azt, hogy itt van ez a négyszeres bajnok, nem tudunk neki olyan autót építeni, amivel bajnok lehet, meg egyébként is sokat kérdez, sokat kellemetlenkedik, így aztán meg se keresjük. Egyébként nagyon érdekes volt a Vettel-féle szakítás a Ferrarival. Ugye még azelőtt jelentették be, hogy egy métert megtettek volna ebben a nagyon furcsa Covid által átírt Forma 1-es szezonban, hogy a Ferrari azt kommunikálta, hogy hát nem jutottunk közös nevezőre. És akkor Sebastian Vettel fölemelte a kezét, jelentkezett, és bocsánat, azért nem, mert azzal hívtatok, hogy nem fogunk szerződést hosszabbítani. Tehát gyakorlatilag csak azért hívták, hogy közöljék vele, hogy vége a történetnek. És Vettel viszont közel volt ahhoz egyébként, hogy befejezze a Forma 1-es pályafutását, és itt jön be a marketing. Ahogy mondtátok, sorry. Igen, ez a... Semmi van. A 220 felett, ne adom valamit. Ez az, Zoli, kapsz egy bögrét. És egyébként itt jön be a marketing, hogy az Aston Martin, ami aztán 5 futamot teljesített a Forma 1, mert valamikor az 50-es, 60-as évek végén, elején, közepén, tehát nagyon rövid volt a történet és kevésbé sikeres. Most visszatérve a jövőre a Forma 1-be, és meglátták a lehetőséget, a marketing lehetőséget Sebastian Vettelben, hogy ez egy óriási dolog lesz, hogy egy négyszeres világbajnok csatlakozik hozzájuk. Ráadásul még egy gondolat, amit imádok ezzel az egész sztorival kapcsolatban. Ezen a hétvégén Mugello-ban versenyeznek, soha nem volt még ott Forma 1-es futam. MotoGP-ből lehet ismerős a pálya, vagy a versenyhelyszín neve sokak számára. Ez lesz a Ferrari ezredik nagydíja a Forma 1-ben. Ezt ők úgy készültek megünnepelni, mint még soha. És mikorra időzíti Sebastian Vettel az Aston Martinos bejelentést? Pontosan ennek a hétvégének a csütörtökére. Hogy még véletlenül se a Ferrari ezredik versenyéről beszéljenek, hanem arról, hogy Sebastian Vettel jövőre már zöld overában versenyt.
Zoli, most teljesen őszintén, és baromi érdekes volt, amit mondtál. Én csodálkozom egyébként ezen, hogy az egók azok, amik itt a konfliktus igen. szülik, de egyébként nyilván technikai sport ugye a Forma 1. Ez egy nagyon komoly csapatsport. Rengeteg mérnök, szakember igen. dolgozik, állítja, és nyilván a pilótákban is. Mennyi múlik ma még a pilótán? Azt mondta egy rendkívül okos mérnök, akivel egyszerrel beszélgettem, hogy 10%. Tehát a képlet úgy néz ki a Forma 1-ben, hogy 80% technika, 10% tudás, 10% szerencse. Tehát gyakorlatilag azok, akik ma oda kerülnek, vége van már annak az időszaknak, amikor megérkeztek mindenféle furcsa, hátterű, különleges rejtőjenői könyvekbe vagy regényekbe írő karakterek, hoztak 20 millió dollárt egy táskában, letették a csapatfőnök asztalára, és képletesen elkérték a versenyautós tuszkulcsát. Volt ilyen időszak a Forma 1-nek, de ennek már hát ez a Baumgartner időszak. Hát jó, még egy kicsit azért. Zoltival nagyon szeretek egyébként dolgozni, mert piszok jól állított autót, és általában nem törte össze, nem úgy, mint a csapattársa. Tehát hát ő nagyon vigyázott. Hát nézd, aki lassan, mert nem töri össze, ez velem is. Nem, nagyon lassan. Azzal a Minardival azért nehéz volt, mert idén lehet. Jó, ez igaz. Ez abszolút igaz. Igen? Aztán nincsenek ilyenek. És nagyon fiatalok egyébként most már a pilóták. Ezeket a gyerekeket, akik eljutnak a formáibe, gyakorlatilag 6 éves koruk óta erre tenyésztik, hogy egyszer Forma 1-es pilóták legyenek. Most gondoljatok bele, hogy Juan Manuel Fangio, aki egy ötszörös világbajnok, az ötödik VB címét 46 évesen nyerte meg. Hát ezért a kérdés. Tehát én nem hiszek abban, hogy a reflexek annyit számítanak, nem. Hogy Sebastian Vettel most már csak... Bocsánat, most már igen. Most már annyira kiélezett a történet, hogy egyrészt számítanak is, ez azért fontos. Tehát azért lement ez az átlag életkor elég komolyan. De mondom, az esetek nagy többségében, és különösen a nagy csapatoknál, különösen a Ferrarinál, ami mindig egy rendkívül nehéz helyszín volt, és nagyon átpolitizált, nagyon-nagyon nyomás az odakerülő pilótákon, tehát azért az nem egy nyugodt környezet általában, és inkább tönkretesz pilóta pályafutásokat, mint kiteljesít kivétel Michael Schumacher, és azért ott Niki Laudák, Alain Prostok távoztak bühösen, akár szezon közben, amikor Alain Prost azt mondta egy futam után, hogy ez egy piros kamion, és nem lehet vezetni, és halálos fenyegetéseket kapott az olasz szurkolóktól. Tehát azért ez egy nagyon nehéz csapat a Ferrari, és tényleg nagyon lement az átlag életkor ezeknek a fiatal pilótáknak, de egyetértünk, 30 éves koruk környékén vannak a top formában, most ugye Sebastian Vettel még mindig csak 33 éves, ezt ne felejtsétek el. Még mindig csak 33, és már 4 világbajnoki címe van. Ja, bocsánat, és az Aston Martinhoz oda fogja vinni azt a tudást, hogy hogyan működik egy Red Bull, ahol nyerte a 4 világbajnoki címét, és egy Ferrari, amit most szerintem senki nem szeretne másolni a formáiban, mert annyira rossz. Ez az Aston Martinnál én utoljára én a Pierce Brosnant láttam, tehát tudtam, hogy az Aston Martin benne van a Forma 1-ben. Na most képzeld, nem, még nincs benne, jövőre lesz benne, mert van egy Lawrence Stroll nevű kanadai. Kirúgják a Pierce Brosnant. Van egy Lawrence Stroll nevű kanadai üzletember, aki pólókat kezdett annak idején árulni, hogyha azt mondom, hogy Karl Lagerfeld vagy Michael Kors, akkor biztos ismerősen csengenek ezek a nevek. Na, ezeket a márkákat meg brendeket ő építette föl Kanadában. Egy poton 2,6 milliárd dolláros vagyona van. Tehát, ha mentek hozzá Topival, MiG-29-essel, akkor valószínűleg a jachtján le fogtok tudni szállni. Ja, értem. Ahol egyébként Catherine Zeta-Jones és Michael Douglas is feltűnik egy-egy igen. születésnapi buli. És ha véletlenül leszállásnál elütitek a Catherine Zeta-Jones-t, akkor azt is kifizeti. Így van. Nem probléma, vesz egy másikat. Ennek a csávónak by the way van egyébként Kanadában Ferrari kereskedése, és meg imádja a versenyzést, és összeállt néhány haverjával, és 200 valahány millió dollárért megvették az Aston Martin Lagondát, és ezzel terveznek visszajönni a Forma 1-be. Ugye az a dolognak a pikantériája, hogy a fia, tehát Lawrence Strollnak a fia, Lance Stroll, akit még soha nem láttam mosolyogni, pedig egy jó képű srác, ő most ott van ennél a csapatnál, és a másik versenyző meg az a mexikói Sergio Perez, akinek kiadták az útját, és szegény rendkívül szomorú. Hát csak azért is, mert néhány évvel ezelőtt ezt a csapatot ő mentette meg a csőttől konkrétan. Bocs, most szóval baromi jó ez a hollywoodi sztori, itt Salma Hayekkel meg mindenkivel, de nekem egy picit most úgy tűnik ebből, hogy a jó Sebastian Vettel úr elmegy ehhez a milliárdos céghez, igen. és megtanítja tehát ő tanítja meg őket, hogy itt most ez hogy zajlik ez a Forma 1 dolog. Hát
közben el tudják adni az Aston Martinokat még nagyobb számban. Ez oké, okay, de én most a pilóta ügyvédje vagyok, tehát engem nem érdekel, hogy most hány Aston Martint adnak el. Engem az érdekel, hogy a Vettelnek ez most már egy leszállóág, tehát az, gyakorlatilag az út a temetőbe, vagy ebből még van föl? Szerintem ebből még van föl. Hát hol jövőre visszatér Fernando Alonso is, aki eddig a sivatagban versenyzett, meg Le Mansban, meg Indianapolisban, és jövőre 40 évesen visszatér. Tehát lehet visszaút, ez a csapat nyilván világbajnoki esélyessé valószínű 2022-ig a nagy szabályváltozásokig azért nem válik az Aston Martin. Tehát ilyen szempontból tökéletes pillanatban érkezik Sebastian Vettel. Ha te vagy Vettel menedzsere, nézzük meg a lehetőségeket. A Ferrari kiadta az utadat, minden jó hely foglalt, a Mercedes nem akarja lecserélni Bottas meg Hamilton, a Red Bullhoz biztos, hogy nincs visszaút, és gyakorlatilag el is fogynak a csapatok. Jön ez a milliárdos, ez egy új projekt, lehet szeretni, lehet vele azonosulni, még egy kis pénzt is kereshet, akkor miért ne próbáljuk meg? Tehát azért azt tegyük hozzá, hogy Vettelnek nem nagyon volt más lehetősége, sőt, egyetlen lehetősége sem volt, csak az, hogy oda menjen ehhez a... Én még továbbra sem tudom, mert ugye megint az egót dobom be, amit te dobtál be, továbbra sem tudom, hogy ez mi múlik. Ha menedzser vagyok a Vettelnek, az már, ő már megkereste élete nagy pénzét. Tehát lehet, hogyha egy anyagi szerénységem múlt volna, én rábeszéltem volna a Ferrari-ra, vagy ez egy hülyeség? Nem akarta a Ferrari, ugye ott van hiba a képletben, mert egyszerűen annyira összekülönböztek, annyira túlnőtt az egója, és a Ferrari rájött arra, hogy megtalálta a nem is csiszolatlan, hanem inkább már csiszolt fiatal gyémántot Charles Leclerc személyében. Na, de ki az a Charles Leclerc? Te hordaná Charles Leclerc pólót? Igen, az a rossz kérem, igen, Charles Leclerc, figyelj, olyan, mint Alain Delon, tök jó képű, monakói, tehát igazából se nem olasz, se nem francia. Csak fel nem ismerném a Király utcában. Zoli, de tényleg már több egyszer hozott szóba, hogy melyik pilóta mennyire jó képű, tehát kezdem azt hinni, hogy téged a Forma 1 tulajdonképpen emiatt érdekel. Ne, tudod, hogy mióta lesz szempont? Amióta van két lányom, a tínédzserek, és látom, hogy ez alapvető fontosságban bír, amikor ők kedvencet választanak, és ez nagyon fontos marketing szempont, ez soha nem lehet alábecsülni. Zoli. Úgyhogy ez egy érdekes történet, mondom, szerintem egyébként tényleg az a általános dolgot akarunk ebből levonni, az az, hogy egész egyszerűen túl erős lesz az egója, túl nagy lesz az egója sok versenyzőnek, és nem találják meg a közös hangot az adott csapattal. Az, hogy ez leszálló ág Vettelnek, vagy nem, azt nem tudom, nyilván lehet úgy is értékelni, de hát Kimi Räikkönen is vígan el van még az Alfa Romeo-nál, a lényeg az, hogy legyen behűtve a Finlandia. Zoli, micsoda végszó, imádunk, köszönjük szépen! Köszi, Zoli! Köszönöm! Ciao, szia, Szujó Zoltán! Imádom a Zolit! Minden tud! Óriási! Minden tud, és nagyon jól adja elő, meg nagyon jó faza. Ja, na jó. Akkor nézzük már meg. Érdekes módon ez a reflex dolog, ez azért mégsem annyira fontos. Nekem egyébként én Mikael Häkkinennel beszélgettem egyszer, és ő pont erre a reflex dologra hivatkozott, hogy az már nem ugyanaz. Hát ezt be lehet hozni egy jó spoilerrel, nem? Tehát, hogy egy kicsit gyorsítsa még az autót? Igen. Tehát amit elreflexkedik a 37 éves pilóta, azt mit tudom én, egy aerodinamikai kütyüvel. Hát ez az, hogy itt, amit az Zoli is mesélt, hogy a Ferrari-nál nyomiznak a mérnökök, nem jutnak előre az autóval, és akkor elkezdenek haragudni a Vettelre, nyilván az megsértődik, persze, hogy azt mondja, hogy menni akarok. Na, mi a hallgatókhoz forduljunk most, és megvan a brilliáns kérdésünk. Volt-e már olyan veletek, hogy éreztétek valamiről, hogy ez nekem már nem megy? Hogy én ehhez már öreg vagyok. Kvázi, igen. Aha. Én ehhez már öreg vagyok. Ez nekem már nem megy. Mint ahogy ugye most itt bizonyos pilótáknál azt mondják, hogy hát az neki már annyira nem megy. De ez lehet bármi. Hát mit tudom én, lehet, hogy a számítógép technikáról már lecsúsztál. Vagy egy bizonyos játék, amit imádtál, régen élveztél, az már nem megy, vagy nem érdekel. Extrém sport, bármi. Vagy nem extrém, csak sport. Így van. Tehát teljesen mindegy. Bármi, amire azt mondod, valamikor megérezted az életed során, életed folyamán, hogy hú, basz, ez nekem... Van. Nem, ez kéne. Már nem megy. Ha ilyen van, bármi legyen az, azt írjátok meg, és majd visszahívunk 0620-22-22-122. Minden hétköznap reggel 6-tól Bocskor. Bocskor. Charlie vagyok. Örülök, hogy Bocsi műsorára ébredhetek. Bocsi, a legjobbakat kívánok. Az ország új ébresztő műsora a Retro Rádióban. Bocskor! Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
3:39 lesz, 4 perc múlva. Gyerekek, Szújót imádták, nyilvánvalóan, nyilvánvalóan. Miket írnak itt, azt mondja, még az előző témánkra csak annyira helyes, kocsiban hallgattunk a kislányommal, és megbeszéltük, ezen túl melyik munka mennyit ér, és imád hallgatni benneteket, nem nyafog, mint régebben, hogy kapcsold el a retrót, üdv Kecskemétről. De jó, mindenki rendben rakja ezt a gyerekkel, hogy akkor mit mennyiért csinál otthon. Ja. Na, visszatérve erre, sajnos a Forma 1-ben is minden döntés újabb kést szúr a sportágba. Magyar oldalról Szújó Zoli elvesztése volt az egyik döntés. Egyetértünk. Teljesen. Aztán újra bearanyozva a reggel, mindöröki, bocsi, oké, köszönjük. Na, és a kérdés ugye az volt, hogy mikor érezted azt először, hogy valamihez már öreg vagy, hogy valami már nem megy. Ezt már nem kéne. Igen, házasság üzenik, most. Ne hívjatok. Jó, mikor kijöttek a lányok, ikrek, a szállodai szoba tusolójából törölközőbe csavarva, én meg ott feküdtem az ágyon Jim Beam barátommal, az futott át az agyamon, sok nekünk ez a meló, Robi. Üzeni Robi a primitív. Profi szinten vízilabdáztam, üzenik, de ma már a strandon sem megyek be a vízbe 55 évesen, crybaby. Hát ez igen, a vízilabda nagyon kemény sport, tehát az fiatalon is. Én a gyerekeim vízilabdáznak, hogyha nekem azt meg kéne csinálni, amit edzésről elmesélnek, hogy az nagyon durva. De a vízilabdában egy baj van, ami nagyon nehezíti ezt az egészet, hogy nem ér le a lábad. Tehát, hogy... Hát igen. Na de hát, hogy mi lenne megemelnék, és akkor lehet, akkor tényleg tehát még több tehetség kerülhetne a vízbe, akiknek ez az úszás nem a mániájuk. De nem gondolt, hogy szánalmas lenne ilyen derékigérő vízben, a Szécsi sétálna a kásással, és akkor így passzolgatnának? Nem. Nem hiszem, hogy az úszás nagyon fontos ebben. Új, de jó! Hát beszéljünk már erről egy kicsit. Hát azért kell úszniuk, mert nem ér le a lábuk, ezt nem gondoltad végig? Hát kérdezz meg, én ugye most sokszor találkozom Szécsi Zolival, a vízilabda kapussal. Hát szerintem az élete legnagyobb részét azzal töltötte, hogy fennmaradjon a víz felett. Hát persze, de ez na a de játékhoz... ha van alatt a talaj, annyi érfed? Mindent lehetne könnyebben csinálni. Például a sakkban csak fehér bábuk lennének. Jó, oké, te demagóg vagy. Abszolút, de én vagyok a demagóg. Vízilabda jobb, hogyha leír a lábad. Hát jobb, mert érted? És mondja! Hát igen, mert lehet, hogy százszor jobb kézügyességű emberek van vízilabdáznának, akik nem úsznak annyira jól, vagy nem akarnak azzal a fizikai terheléssel, hogy most kapálózzanak a lábukkal a vízbe, hogy meg ne fulladjanak. Azok hát menjenek-e kézilabdázni? Nem, a vízben, érted? Á, mindegy, jó. Jó, hát ez nem értem nyilván, ezt. Abszolút. 43 évesen, amikor megtam a 28 éves volt kolléganőmet, akkor átvillant az agyamon, hogy nekem ez már nem. Sziasztok. Már ugye munkahelyi. Igen, 60 pluszosan már a munka fáraszt, ezen kívül még Ausztriában éltem, sokat extrém sportoltam a hegyekben, már arra sem vágyom. A feleségemmel hallgatlak benneteket, az asszony rám nézte, ezek rólad beszélnek. Nem megy már neked. Most bizonyíthatok megint. Már végeztünk is a dolog. Jézusom. Mi a fiatal korunkban imádtunk a húgommal lambadázni. 25 év elteltével egy bulin ismét megpróbáltuk, egy hátrahajlás után a húgomat nekem kellett felhúzni, mert beállt a dereka. Kicsit számul. Meg hát nem mindegy, hogy milyen testet nézel lambadázni. Tehát egy fiatal 20 éves test az egész más, mint egy 60 éves. De tudod, hogy azért az idősebbek nem olyan szép testűek, és a fiatal korukat néha megélik, amikor bekapcsolja a DJ Dominik a zenéjét. Amíg a négy fal között csinálják, engem nem zavar. Ja. Na, viszont nagyon helyes Ildikó sztoria. Hello Ildikó, jó reggelt, szia! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Látod, voltak itt sztorik, nem csak a tiéd, de a tiéd az nagyon helyes. Az nagyon helyes. Hát igen, nekem is volt ilyen lambadás sztori, mert mondjuk most jutott eszembe, ez pont a napokban volt. Én a lányomnak a TikTok trendjét próbáltam megtanulni, és konkrétan így két napig alig bírtam megmozdulni után. Mert megpróbáltam elsajátítani egy ilyen sajátságos csípő mozdulatot, úgyhogy tulajdonképpen azt is írhattam volna. De igen, ez a sztori, amit írtam, ez... Hát igen, ez legutoljára akkor éreztem, hogy végérvényesen és visszavonhatatlanul megöregettem, amikor be akartam mászni a lányom mellé a trambulinba, mint ahogy régen, én nagyon szeretem trambulinozni egyébként, és hát meglepődve tapasztaltam, hogy a második ilyen mozdulat után, második nagy ugrás után komoly inkontinenciális problémáim adott. Édesem! Abba kellett hagynom ezt a tevékenységet. De helyes vagy, de ez a... Szomorúan kimásztam, és rájöttem, hogy ez már nekem nem való. Milyen cuki vagy? Miért sírsz, anya? Hát de... igen, ezt most így okosan eltitkoltam még a lányom elől is, most, hogy így elmesélem. Hát ő nem ismeri, azt hiszi, hogy interkontinentális mondtál, vagy valami ilyesmi. Azon gondolkodom, hogy nekünk van otthon kertben trambuli, hogy délután kipróbálom.
Hát, jó, és küldjél videót, Laci. Hát, mert inkább elmesélem csak, igen. Küldjél videót. Figyú, de ez a trambulin, ahogy visszalökött, és gyakorlatilag ott megrándultak az izmok miatt volt, vagy annyira önfelett voltál, tehát a Gyuri is, hogyha önfelett, akkor ő például... Trambulin nélkül is. Elengednek azok az izmok. Nem hiszem, hogy ez azért volt, mert belefeledkeztem volna a játékba, nem, ez inkább de hát amúgy van. Nem, tehát ha sétálsz vagy autózol, akkor nincs ilyen. Nem, dehogy. Csak ott a trambulinon. Akkor nem tehetsz róla, hát akkor ez véletlen. Nem. 40 fölött amúgy is az ember egyfolytában szorít mindent már. Jó, hát mikor volt? Akkor 40 fölött, mondjuk. Akkor még nagyobb a baj. Viszont szülés után vagyok már, és azt mondják, hogy ez a nőknél így van, hogy így van. Ez nem inkontinencia, Ildi, ez megnyugtatlak. Mi is szoktunk bepisilni, ugye, Laci? A medencében abszolút. De most komolyan, ki mitől pisilt be utoljára? Én nevetéstől. És nem mondtam nektek. Észrevettük magunktól is. De mindenki vállaljon valamit, nehogy már egyedül maradjon, Ildikó. Nem, már veled van. Igen, ez jó lenne. Na. Én annyit szok vállalni, hogy a trambulinda délután kipróbálom, én nem szoktam bepisilni, bocsi, hát ez egy nagy különbség. Jó, akkor te a net. Én is pisiltem. Na, mennyire gyávák a többiek, ez hihetetlen. Gyuri? Nem tudok most ez a klubhoz csatlakozni, ne haragudj, ez most nem megy. Figyelj, a Gyurival azért edzünk, tehát. Utálom. Intim torna, az nagyon sokat segít egyébként. A záróizmok fejlesztéséhez. Tényleg. Nincsenek ilyen gondjai. Tudom, hát azért mondom, hogy ez tök normális. Ez tök normális. Mondja az, és... akivel rendszer... Vagy az nem, rendszeresen, nem rendszeresen, és csak is Ildikó kedvéért. De itt vagyok. De az, hogy te intim tornázol, azért egy új információ. Tehát zseniális. Oké, rendben van, tudod, hogy mutatok gyakorlatot. Hogy egyszer adsz nekem egy játékszert, én azzal játszom. Ezt a Lacinak mondtam. Ildikó, köszönjük. Nagyon szépen. Szia. Szia. Hello. Ja, Istenem. Most is intim tornázol? Csak akarom tudni, az arcod azt mutatja. Tudok úgy csinálni. Csináljam? Hát ez hihetetlen. Most például csinálok egy gyakorlatot. Sima ügy. Ez több fázisos gyakorlat? Ez balra kell, meg jobbra kell. A kezedet tedd föl, légy szíves. Tessék. Parancsol. Kezem az asztalt. Úristen, hanem játszik magával úgy, hogy nem szól. De egészséges nem vagyok. Szól nekünk. Mindig tudtam, hogy van valami a fura tekintet mögött. Ugye? Abszolút. Nem is pisilek beadás közben. Én sem. Ja. Na, jó, akkor játszunk még egyet. Mindenképpen. Egy hangcsapdát, után, egy pár perc múlva. Hívjatok hangcsapdázni 06 20 22 22 122. Ez a Bocskor a Retrórádióban. Ez a Bocskor a Retrórádióban. Hangcsapda. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz, 9 perc múlva, és van egy, bár Anita azt mondja, az nem kell beolvasni, mert ugye egy másik Anita. Uh-huh. Ez az egyetlen hallgatható műsor, átmenet nincs, csak az unalmasak, és ez a szuper. Nagyon köszi, vártalak vissza, nem vagyok retroszűz, én felmelegítettem a káposztát. Bocsi, szólhatnál nekik, hogy a Bon Jovinak más jó száma is van. Puszi, Anita. Szólni fogok. Most a Gyuri viszont azt üzeni nekünk, hogy megszerezte nekünk Liliánt. Hello Lilián, szia! Hello, sziasztok! Szia! Na, hát akkor kezdjünk is eljátszani, oké? Ismered a játékot? Igen? Ismered a játékot? Persze. Szuper, felszabdaltuk ugye egy ismert ember mondatát, különböző szótagokra összekevertük, és ez alapján kell felismerni, hogy ki ő. Mehet? Igen, figyelünk. Figyelj. Ted magasztos zsúzegek, hogy az elteni a tentről lesz, és tudjunk a fontos rémanént, hogy nerzesz a tegyelésnik, hogy lehatottok, hogy világo úgy tök vartsa, hogy jót más nem dugad. Perzsino lefordult, hogy felmosztrál, ezt ne szólt lényeg. Na? Magdolna a keresztneve? Nem. Legalábbis nem tudunk egyelőre. Hogy lenne ilyen keresztneve. Jó, akkor még egyszer hallgatnám. Még egyszer megmutatjuk, figyelj. Ted magasztos zsúzegek, hogy az elteni a tentről lesz, és tudjunk a fontos rémanént, hogy nerzesz a tegyelésnik, hogy lehatottok, világo úgy tök vartsa, hogy jót más nem dugad. Perzsino lefordult, hogy felmosztrál, ezt ne szólt lényeg. Nagyon jellegzetes, ez a kicsi fátyol rajta. Mindig ezt mondjuk, hogy jellegzetes. Igen, az. A fátyol a hangján. Na még egyszer? Segít, ha még egyszer? Figyelj. Igen. Ted magasztom súzegek, hogy az elteni a tentről lesz, és tudjunk a fontos rémanént, hogy nerzesz a tegyelésnik, hogy lehatottok, hogy világo úgy tök vartsa, hogy jót más nem dugad. Perzsino lefordult, hogy felmosztrál, ezt ne szólt lényeg. Hú,
hangosan is beszél, de nekem az rémlik, akit először próbáltam volna kérdezni, úgyhogy... Hát, nem Magdolna, tudunk segíteni? Nekem Rúzsa Magdis volt, úgyhogy nem. Elkérdeztem. Nem. Nem. Sajnálom. Oké, legközelebb. Megmutatjuk az eredetit, szerintem abból, hát nem az, hogy menni fog, mert ennek most már nincsen tétje, de nem biztos. Reméljük. Okay. Figyelj. Az a lényeg szerintem az egésznek, hogy jó, fentről látod a világot, meg hogy biztonságban érzed magad. Persze a technikai része is tök fontos volt, mert lehet úgy tölteni a telefont, hogy nem dugsz rá zsinort, csak így... Igen, kíváncsi voltam itt a szétszagatott részben, hogy a dugós az mi lesz, de telefondugós volt. Nem tudod így? Liptai Klaudia. Igen. Igen. Mert ez nem nyert, tehát ezt én csak tapsolok. Nem csak akartuk. Igen, a kolléganő bemondta, így már igen, ő megismerte. Én nekem Dusan Napi volt első, és nem tudtam elvonatkoztatni. Oké. Megbeszéltétek? Ez rendszeresen megtörténik egyébként, hogy nem azok találják el, akik telefonálnak, hanem a kolléganőik. Igen, lehet, hogy a kolléganőknek kéne hívni minket. Legközelebb ő fog. Jó, figyelj, nem arra, hogy ezért most nem tudunk adni, mert akkor teljesen kifogyunk. De köszönjük. Okay. Köszönjük szépen, puszi. Okay. Szia. Hello, sziasztok. Hello, szia. Na, akkor a hírek után, gyerekek, jön Voga processzor úr, és most, bár megígért, hogy többet fog ő kertészkedni, mert hogy valami miatt ez itt a hallgatóknál, akik még, ugye, még mielőtt jöttünk, hallgattak különböző műsorokat, a kertészkedés az ilyen teljesen őrület lett, nem? És az tök szerencsé, hogy Voga tanár úrral ez egybevág valamennyire, mert ő is imádja a kertet. Így van, tehát most nem kertészkedünk ezért, hanem az állatnevelési tipjeire leszünk kíváncsiak, mert aztán neki volt kutyája, tehát volt egy láncon kikötözött telki kutyája, amit két hetente látogatott. Azt könnyű nevelni. Így van. Kötve. Aztán volt egy macskája, akit megtanított rendesen az emberi WC-re járni és ott üríteni. Erre nagyon kíváncsiak, hogy fölhajtotta a deszkát, lehúzta utána. Nem tudom, hogy milyen műveleteket, de hogy ott végezte, tehát nem alomba. Hát a kefét biztos nem használta. Na, szóval, és ugye én is nagy dilemmában vagyok, mert a lányom, tudjátok, meséltem tegnap, hogy nagyon szeretne bengáli macskát. Ott van Anett, aki teljesen elkényeztetted ugye a kutyáidat. Nagyon. Igen. És most már nem is tudok egyébként visszakozni, hiába szeretnék. Pontosan. A Gyuri még töri a fejét, hogy milyen állatot szeretne, ebben is lehet, hogy tudunk tanácsot adni, de hát gyakorlatilag mindent tud az élővilágról, hiszen biológia tanár volt. Voga processzor urat hívjuk a hírek után. Minden hétköznap reggel 6-tól Bocskor. Sziasztok, Pataki Attila vagyok. Számomra a rádiózás egyik etalonja vagy. Ezt a rutint, ezt a tudást, ezt a közönségszolgálatot hozz el ide hozzánk is. Azért mondtam, hogy hozzánk is, mert én nagyon-nagyon otthon érzem magam a Retro Rádióban. Úgyhogy sok szerencsét, Bocsikát, minden bele. Szia! Az ország új ébresztő műsora a Retro Rádióban. Óra 11 perc van. Jó reggelt mindenkinek, itt van Laci. Jó reggelt, sziasztok. Aki a televíziós újságírók díját kapta meg, talk show műfaj. Jó dolog, köszönjük annak a kamionosnak, aki ennek örömére behajtott a stúdióba. Nem esküvőt mondott a bocsi, nem esküvői menet vagyunk továbbra sem, nem kell dudálni. Hanem széttárt kezekkel áll a NASA technika előtt, hogy most mit nyomott meg, sírni fog. Sírjál. Hú. Figyelj, teljesen kész van. Mert ez az ő mikrofonjából jött ez a hang. Igen. Vélhetően ezen a furcsa pulton valamit megnyomhatod. Igen, Attilának át is kellett mennie. Most megnyomhatom Anett gombot? Jó. Anett, hallasz? Anett, hallasz? Most se hallok semmit, úgyhogy inkább akkor... Megsüketült. Persze, a kamion közel volt hozzá. Nézd meg, milyen a haja is szétment teljesen. Ez orvos kell, nem mikrofon próba. Jó, ha sírni akar, fogjátok le, jó? Ezt nem akarom. Jól vagy, Anett? Megijedtél? Meg, nagyon, bocsánatot kérek. Ne arra. Te csináltad? Nem tudom, fogalmas nincs, hát valószínűleg, hiszen én akartalak meghalni. Akarsz sírni, nyugodtan sírjál, kicsi. De inkább pisilnem kell. Nem. Fölül enged, alul szorít. Most így lenert a víz. Kétségre van esni, nem akarod megsimogatni, mint a... Mint jó régen. Majd ha visszajött a pisilésbe, lehet, nem akarod.
Na, egy-két üzenet, ami vízilabdára írtak, Laci. Na. Drága bocsi, a vízilabdázó okfejtésed mentén, ha víz nem lenne, pont. Végül is az egészségügyben is csak a betegek a zavaró tényezők, nélkülük remekül működik, üzeni Márti. Köszönjük. Ez az egyik, hülyék, már egy jó pár éve nem fújtam ki a kaját a számból a szélvédőre, jelentem, visszatértem, sikerült megint, Csubika. Na, Csubika, nagyon szépen köszönjük, alig várom, hogy az állatokkal foglalkozzunk, és ehhez kell nekünk... A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Hey! Maga merre vagy? A vonalban. Voga processzor úr. Jó reggelt, Fokci! Szia! Hello! Sziasztok, szia, bocsi, szia, Laci. Hello! Szia, Anett, aki most kiment sírni, nem baj. Vokcika, hát ugye a kertészkedést ide-oda pakolgatjuk majd, mert tudod, hogy ezért megőrülnek, de hogy most ma komolyan állatnevelési tippek, mert tudom, hogy ebben nagyon jó vagy. Hát igen. Hát tudom, igen. Nekem... mindenben többek között, igen. Többek között, mint mindenben. Semmi, hát annyi, hogy nekem tudjátok, volt kutyám, macskám, most se kutyám, se macskám, mert annyira megszerettem őket, hogy utána egyszerűen nem lehet überelni ezt a két típust. És hát, ja, hogy, ja, hogy annyira mondtál, személyes volt a kötődés mind a kettőhöz, hogy ezt nem akartad újjal. Annyira személyes, igen, annyira személyes volt a kötődés, mint amit mondtál a kutya a láncon, de hát az, annak a fele sem igaz, azért azt lássuk be. Egyszer sose volt a lakásodban. Megkötött, nem a lakásom, ahol kint volt a faháznál, de megkötöttem egyszer, mert csúnya dolgot csinált, tehát mindegy, mentem ki, és arra azt látom, hogy egy rókával, hogy is mondjam, fajtalankodik, de a szószor az egy másik faj, tudod, a róka. És neked azonnal és, kialakult a személyes kötődés? Nem, hanem ki kellett írnom az állatorvost, ugye meg voltam ijedve, hogy esetleg veszett a róka, vagy mit tudom én, mert másképp egy róka nem nagyon nézi, hogy is mondjam, engedi magát, vagy vett részt egy ilyen. Csak ha veszett. És, igen. Na, aztán utána már csúnya a történet, mert mondta az állatorvos, hogy oké, akkor most hozzak egy fűrészt, és vágjam le a róka nyakát, mert megdöglött a róka közben, mert nem az izé miatt a... De túl szerette a kutyád. Igen, túl. Igen. Értem. És akkor én nem tudtam, hogy a vezetségnél le kell vágni az illető fejét. Miért kell levágni? Azért, hogy vidd el az orvos, hogy nem akart kijönni? Hogy ne kelljen az egész rókát felszállítani, persze. Nem, ha jön a vadász, akkor lássa, hogy ez már rossz. Igen. És akkor igen. És akkor megkötöttem aznap, mert mondták, hogy karanténba kell helyettem a kutyát addig. Amíg nem derül ki, hogy veszett az illető, és hát így akkor két hétig, mint ma minden rendes ember, aki ugye megkapja a Covidot, vagy valami más veszettséget, annak karanténba kell vonulni. És akkor a vitett tesztelése a rókafejed Budapestre? Nem én nekem kellett felvinni nyilván az állatorvosnak, de még az, persze. De te csak az állatorvosig vitted el a rókafejet. Tehát most nem... Nem, az állatorvos jött el a rókafejért, csak nekem kellett lefűrészelni, na, most mit nem értem. Jó, oké, de hát ezt azért... Fűrészeltél már rókafejet? Nem. No, hát nem, de viszont téged simán el tudok képzelni, hogy éppen délután 4-kor kedden rókafejet fűrészelsz. Ahogy szoktam. Kitapintod a csigolyát, és köztem. A telefont, és megyek. Na. De a macskám az érdekesebb történet, ugye, mert azt tudjátok, hogy az, amint említetted, hallottam, hogy ő a WC-be tojt. És igen. Az egy olyan egyszerű, gyönyörű, szép történet, tehát azt nem is tudom, szinte novellisztikus. Tehát mindig akkor etettem a macskát, miután ugye befejeztem a WC-n a dolgot. Mármint te. Ülsz a WC-n, és a macska ott áll előtte fűvös halomban, és néz rád, és várja, hogy hozza kaját neki. És észrevette, hogy a WC-hez van valahogy kötve az a pozitív dolog, amit ő téli utána, vagyis maga a reggeli, ugye? Aha. És akkor érdeklődve, tudod, a macska néha ugye a WC-be a vízzel játszik, meg stb. És vettem neki egy szűkítőt. És utána azt csináltam, hogy az almot a WC-be dobáltam, és először ott beleült a WC-be, persze a vizet elvittem onnan, és az almot ugye megszokva, ugye oda intézte a dolgát, azt össze-vissza rondított mindent, meg kapart, meg mit tudom, és a többi. De aztán utána, amikor már szűkítőt feltettem, utána fölült már a WC-re, és ott próbálkozott. Mm-hmm. És képzeld el, ugye akkor még ilyen izé volt, a WC-n tartály volt, és ez a lehúzó volt rajta, és a macskának a lánc meg a lehúzó, hát az egy komoly játék. Igen. Tehát gyakorlatilag, amikor ő befejezte a dolgát,
akkor elkezdett azzal játszani. És észrevette, hogy lehúzódik a cucc. És ez annyira megtetszett neki. Jó, elején probléma volt, mert megpróbálta elkapni még a cuccot, mielőtt leért. Tudod? És ez bement a nappaliba után. Igen, között mindig ott maradt egy-két kis gombot, azt azért el kellett takarítani. De mondom, ez egy idő alatt kialakult, és ez piszkosul büszke voltam rá, és állatira tetszett. Azon kívül azért tudott beszélni is egyébként. Hát ezek után nem csoda, persze. Ez a tudott beszélni. Nem, nekem is volt két macskám, tehát én már akkor is irigyeltem ezt a WC-s történetet, de mi ez a tudott beszélni? Hát én tanítottam beszélni a macskát. Mindegy, persze, hagyjuk. Honom alá vettem, és megnyomtam egy kicsit az oldalát, és szerettem mindig azt, hogy ez már beszéd. És akkor mindig mondtam a verén, és holnap pedig a B betűt tanuljuk. Előbb-utóbb eljutunk az igazságig. De csak finoman nyomtad az oldalát. Persze, nem, egy izét, a videóklipet kellett, és hát mindegy. Dudának használtam ez a lényeg. És kódudaként értem. Igen. Na, de a legszebb történetek, azok most látom, hogy mióta nem tartok kutyát, és az mióta divatba jöttek ez a bolognéze, habanéze, meg nyokki, meg a franc, ugye milyen fajok, hogy ezeket ugye lakásban tartják. És apám, én meghűlök attól, hogy attól függ, hogy egy liftbe milyen gyakorisággal tojik bele egy kutya, hogy hanyadik emeletről hozzák le. Természetesen minél magasabbról jön, annál nagyobb a valóság, hogy telepünnyálja az egész liftet. És mire leír, gyakorlatilag okafogyottá válik maga azért a sétáltatása, mert már megtörtént minden. És akkor kijön a kis izéval, leveszi róla a pórát. Nem is értem, hogy a lépcsőházban, addig a liftben minek volt rajta a póráz, már nem értem. És elengedik, kifut, és az első öreg lánynak beleharap a bokájába, és akkor jön a tulajdonos, a kutyatulajdonos, és azt mondja, hogy te úristen, ezt nem hiszem el! Hát miért beszéltünk oda fönt? Mit mondtam neked, mit te csináljál az Isten szerelmére? Teljesen okafogyottá vált, hogy mi egész a tél előtt erről beszélgetünk. Nem hiszem el. És felháborodottan fogja a kutyát, a hóna alá viszi, az öreg lányot több sebből vérzik, és távozik sértődötten, hogy a hülye kutyája átverte. És akkor utána nem jön. Nem mondtál igazat. Igen, és utána jön, és leül a padra, és a következő kérdéseket teszi fel a nagyon figyelő kutyának. Miért csináltad? A kutya fogja magát, és idegesen topogva lefekszik a földre. Mondom, kérdeztem, miért csináltad ezt? A kutya felül. Tehát a következő, amit tud. Miért? Mert a miért az neki egy kérdésnek tűnik, majd mindent megcsinál, amit addig tanult. Lábhoz, örök, csinál. Mégis mire számít a hülye tulajdonos tényleg, hogy azt mondja, hogy hát igen, mit is beszéltünk meg fönt? Na várjál. Ne egyen meg a macska kajáját, meg nem is várjunk meg. Igen, jaj, tényleg, mint hogyha lett volna az öreg lánynak, ne harapja bokájába. Voci, azért gyönyörű, amit mondasz, mert pont egy ilyen liftes nyanya van itt velünk, ő Anett. Liftes nyanya. Aki pontosan ezt csinálja a kutyájával, van egy fajta tiszta uszkárja, és van egy korcs valamije, aminek gyakorlatilag farsúlyos a kutya erősen, nem lehet megállapítani ezért. Ezt a kettőt, és ugyanez a sztori, ő pont ez a gazda, ugyan? Abszolút ez vagyok, tényleg, amit most így leírtál, na én magamra ismertem sajnos, csak én nem 60 éves vagyok, hanem 40. Itt a probléma. De a kutya tulajdonos is 40 volt, az illető, akit megharapott, a mami. Az volt 60. De ezeknek az embereknek mit tudsz tanácsolni? Mert szerintem egyik filmben másikon ki. Tehát lehet ezt a kutyát és ezt a nyanyát megjavítani? Lajos. Ez egyre jó. Macska megtanult beszélni, Boga viszont elfelejtett minden kereszt. Nem, az előbb beszéltem a borossal, csak azért. Na és mi van vele? Nagy, azt magyaráztam neki, hogy nem most hívjon, mert nem ezt beszéltük meg, hanem este 9. Na, azt tudom tanácsolni, semmit nem tudok tanácsolni. Aki idáig eljutott, az javíthatatlan és menthetetlen kész. Hát aki így alakult ki, ilyen kapcsolatban. Tudom, hogy ez ilyen belső, emocionális, iszonyú nagy szeredet, áradat, meg stb. Egyszerűen azért kérdez a kutyától, mert olyan ostoba, hogy ő nem tudja. Reménykedik, hogy a kutya tudja.
A legszebb történet az meg tudod, mikor áll a kertkapuba a gazda, piszkálja az órát, ott áll mellette a kutya, és jön arra, tudod, a család. És akkor megállnak, ugye egy fél gyerekek, harap a kutyája? Nem. Majd elmenni, és a kutya azonnal megharapja a gyereket. Azt mondta, nem harap a kutyája. Ez nem az én kutyám. Na jó, Bogci, el kell, hogy búcsúzzunk. Köszönjük szépen. Anett tanástalanul újra folytatja ezt a fajta... Úgyse fogadta volna meg. Igen. Megfogadtad volna. Meg, abszolút, igen. Hát na. Akkor figyelj, nem beszélgetni kell a kutyával, hanem sétálni. Ez nem egy rossz tipp egyébként, így van. Köszönjük szépen, Bogci, jó hétvégét, és jövő héten újra. Nektek is. Csőkutya! Csőkutya! Hello, Bogci! Na, van egy közlekedési információnk, M3-as Budapest felé Babati, van ilyen, hogy Babati? Babati. Emelkedő tetején, 31-es és 30-as kilométer között műszakhibás kamion áll a leálló sávban, óvatosan kéri Andris. Aztán, bocsi, annál a kosárlabdánál is lentebb rakhatnák a gyűrűt, hogy ne csak ezek a benga állatok érvényesüljenek. De tényleg? 10-15 sportban nagyon jó lehetné, ha nem úgy lennének a szabályaik. De nem az, de hát érted, egy Danny DeVito-t kizársz. Jó, hát akkor nem mondom. De kíváncsi vagyok. Kizársz ebből a sportból. És lehet, hogy remekül tudja pattogtatni a labdát, passzolni, elkapni, stb. Iszonyat jó gyűrű érzéke van, de basszus, a magasság az egy akadály. Épp úgy a vízilabda szerintem sokkal gyorsabb lenne, sokkal frappánsabb lenne, hogyha nem az életükért küzdenének a vízilabdások. El foglak vinni vízilabda meccsre. Ott voltam a medence mellett vízilabda meccsen. Gyerekkoromban nagyon sokszor Szolnokon. De nagyon jó a vízilabda, hát ki mondta, hogy rossz? Arról beszélsz, hogy kevesebb vízben kéne csinálni. Nem, esélyt adni azoknak is, akik nem az úszással akarják tölteni az idejüket. Jó Istenem, ez nem szabadidős tevékenység, ez sport. Oké, gyere el egyszer hozzám a Risztovéve emlékmedencébe, oké? És igen. Nézzük meg, és dobálj nekem labdákat. Iszonyatos jó. A kézügyességem. Jó. Remek. Szólítottak és tudom ezt a fenyegető lóbálást is csinálni, amit tanultam a kásárségtól. Na, ez, amit mindenki elsőre eltanult. Így van, azért mondom, ezt is tudom. Ez a vízilabda szerinted, hogy lóbálod akarod? Nem, hát többnyire gólra játsszák. Hát igen. Oké. Okay. És nem derékigérő vízben, mert ilyen profi férfiak ezek. Nem tudom, javíthatatlan a lovász úr. Ragaszkodik feleslegesen dolgokhoz, így de van. Majd elengedi. Jó, hát okay. Csak írnak még vízilabdások, hogy úgy jó, ahogy van. De most az igazságodért küzdesz? Tehát akkor vagy Facebookon szabadásra bocsátjuk. Emeljük-e meg a vízilabda medence padlóját? A. Igen, B. Ne hagyjuk úgy, ahogy van. Nem fogjuk megcsinálni, nem kell szavazni. Csak nézzétek azért rá a Facebook oldalra, mert ott van ennek a zseninek a díja. Ja. Kiírom. Jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival, és ez a gyerek munka volt, nem gyerek munka szó szerint, hanem a gyerekeket bevonjuk-e a házi munkába, ezt a kérdést jártuk körbe. Hogyan okos ezt csinálni, kell-e érte fizetni, vagy nem? Minden hétköznap reggel 6-tól Bocskor! Bocskor! Szia, én Lukás vagyok a tankcsapdából. Biztosan hallottad már, hogy van újra rádió, és itt a rádióban, a frekvencián újra itt van velünk. Szóval szép üdvözöllek téged, Bocskor Gabi. Az ország új ébresztő műsora a Retro Rádióban. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor. 3:10 lesz pontosan 6 perc múlva, és na, ezt akartam. Figyelj, Anett jön. Annyira együtt élnek velünk a hallgatóink, hogy már érkezett Photoshop munka, és a Facebook oldalunkon meg tudjátok nézni Bocskor Rádió Show. Anett ott ül a kamionban, mert amikor nem híreket olvas, akkor ott ül és tudál nekünk. Ez nincs mit. Na, néhány SMS, muszáj a padlót megemelni, nem elég a fele vizet leengedni? Ezt akartam javasolni, de már nem mertem veled vitatkozni, mert láttam, hogy fölpörögtél. Jó, ez a vízilabdás gondolat, ha vannak könnyű súlyú boxolók, meg ilyesmi, lehetnének nehéz súlyú zsokék is, meg gyenge elmélyű sakkozók. Ez nagyon tetszik. Igen. Bocsi, észrevetted, hogy a jó lovász úr milyen magabiztosan pimasz lett, amióta díjat kapott? De jól áll neki üzeni a McLaren-es. Köszi. Na, van ebben a sporttémában igazság. 80-as években kiválasztottak, menni kell, röplabdázni. Csak én voltam 150 centi, mindenki 170 felett volt, többet kellett tepernem, és rendszeresen kiment a térdem. Ha alacsonyabban lett volna a háló, ki tudja, talán könnyebb lett volna nekem is, és talán nem hagytam volna abba az amúgy szeretett sportot, Moncika.
Édesem, látod, Laci, és erről szól, az emberek lelkéről szól az én javítani való szándékom. Érted? De... amit te nyilván nem veszel észre, nyilván most agresszíven visszaszólsz, kezdjet, csináld. Nem, de úgyis csak itt a történetek hogy... kapcsolatban is azt akartam mondani, hogy kijelölték a röplabdára őt. Tehát, hogy belekényszerítették, valószínűleg ez egy hülye edző volt. Beleszeretett, ez a baj. És a rohadt hálómagasság miatt, ez olyan, mint a medence alja, sajnos ő kudarcként élte meg de. A szereplését, és egyébként szerette volna csinálni, és lehet, hogy tök tehetséges lett volna, hogy pár centivel lejjebb viszik a hálót. Én nem mondom, álljon össze másik 150 centisekkel, és akkor egy kis hálóval játszanak el otthon a kertben, de azért ebből nemzetközi sportverseny. Jó, de ez már szánalomliga, amit te javasolsz neki. Moncika, imádlak, sajnálom. És ne hallgass a Lacira. Jövünk a mai nap legjobb pillanataival, a gyerekek munkája. Érdemes bevonni a házi munkába a gyerekeket, ez volt a nagy témánk. Így van, és fizessünk-e nekik, vagy csinálják ingyen. A mai nap legjobb pillanatai. Újra. Egy pedagógus egy ilyen beírásban azt tanácsolta a szülőknek, hogy ahogy lehet, kezdjék el bevonni a gyerekeket a házi munkába. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én például úgy voltam a gyerekem mellett, hogy olyan aranyos, hogy maradjon gyerek, amíg csak gyerek lenni tud. Ugyanakkor persze megvan ennek a pedagógiai oka, hogy a gyerek amennyiben élvezi, és a házi munkában tud segíteni, akkor hasznosnak érzi magát, és egyébként szépen fokozatosan neveli ugye a nagy betűs életre. Igen. Na most nyilván nem azonnal kell a 6 éves Ferikének a kezében nyomni a sövényvágót. Hát nem. Hát mert a sövényvágó is fejnehéz. Tehát, hogy a Feri... Meg Ferike is, még a gyerekek között sokkal nagyobb a fejük. Így van. Egyébként megnézném, hogy milyen absztrakt dolgokat tudna belevágni Ferike a bokorba, csak ugye, hogyha a Ferike ezáltal elpusztul, akkor az... tehát az nem egy win-win szituáció. Nem, tehát azt nem lehet beperelni a praktikeren. Ugye? Nem. És utána még a sövény is nagyon csúnya. És a sövény is és csúnya. És örökre emlékszel rá. Igen. Emlékszem, milyen csúnyán nyírta le. Nézd még mindig. Szegény az az ág. Ferike. Emlékszem, milyen rosszul bánt a sövényvágóval. Így van. 4 évesen. Istenem. Na, most tanárok és pszichológusok szerint nagyon fontos egyébként a gyereknek az önbecsülése miatt és a felelősség érzete miatt. Én nem tudom, hogy ti hogy voltatok gyerekkorotokban, de én arra emlékszem, hogy én gyűlöltem. Tehát én még emlékszem a porszívó szagára is, amit meg kellett fognom, tudom, ami hátul kijött. Annak volt egy ilyen... porszag, az porszag. A rendes porszag. Hát, így van. Jött és amikor ki. Megkért anyukám arra, hogy most porszívózzam ki a nappalit, és megkért, tehát nem parancsolt, meg minden, akkor az nekem egy nyűg volt, és rossz emlékek kötnek. A mai napig nem szeretem a porszívót. Én nagyon szeretek porszívózni, mert az, ami látszik. Tehát annyi időt kell várni, hogy semmi ahol eltolod látszik. A csíkot, ott már látszon a különbség, ahol még nem toltad. Hány hetente porszívóztatok? Mert nálunk ez nem látszott. Én nálunk pont, se látszik. Pont ezért, pont ezért nagyon ritkán. Gyuri, hát te ugye... gyerekmunkának fogtad fel, hogy te voltál a kisgyerek a csöpi filmekben? Nem, én még nem tudtam róla, azt hittem, hogy ezt kell csinálni, ez az élet rendje. Aha, és aztán hazamentél, és akkor tehát otthon még segítettél apádnak az étteremben, vagy kivágtad az ezrest, amit kaptál Bújtor bácsitól, hogy apa hozzá túrórudit és kakaót. Hát hiába voltam a Bújtor mellett sztáradtam, még fel kellett tennem a kis pincér egyenruhámat, és akkor mentem és dolgoztam. Pincér egyenruhámat, varadtak neked ilyen kicsi gyerek pincér egyenruhámat. Ja. Te miként fogtad fel azt, hogy dolgoztattak? Tehát, hogy örömmel csináltad, mert ez egyfajta utánzás, érted? A nagyokat leutánzod, és tök jó. Vagy pup volt a hátad, amikor Tihanyban mindig hazajöttél. Hát kisgyerekként még jó volt utánozni, de aztán rájöttem, hogy ez teljesen értelmetlen. Tehát a felszolgálás maga értelmetlen. Persze, én úgysem csinálom. Én nem nyitsz egy önkiszolgálat, apa. Miért nem jön oda a pulthoz, ha akar valamit? Tehát, teljesen értelmetlen. Nincs lába, oda tud jönni. Na, Anette? Én is viszonylag sok mindent csináltam otthon. Ugye a lányok általában az anyukák mellett a konyhában segítenek, akkor mosogatni, akkor... Hogy fogtad fel ezeket? Hogy érezted? Tetszett igen, is a meló. Igen, abszolút tetszett. Sőt, volt olyan, hogy később vitt anyukám a munkahelyére, és akkor már kaptam is érte pénzt, hogy papírokat pakolgattam. Ezt a 100 oldalt gépeld le. Hogy fénymásoljam, de... Adott érte pénzt. Ez egy kulcs szó. Na, kaptál-e... Te hol voltál gyerek? Mert azt mondtad, hogy Kecskeméten... A panelban. A panelban? A panelban, egy 2 szobás panel lakásban laktunk. Sehol máshol, tehát Kecskemétnek az aszfaltozott részén laktatok, nem volt? Ez még az aszfaltozott része, a Széchenyi város, amit már emlegettem. Igen? Rengeteg panelház volt, és ott gyakorlatilag ezen a 70-valahány négyzetméteren. Ott volt meló? 70-valahány négyzetméteren? Mondom, a szobámat rendben tartottam, meg ilyen mosogatást, ilyesmit megcsináltam. Én nagyon szívesen,
mai napig azt csinálom, hogyha otthon dolgozom mondjuk, és kicsit elegem van a melóból, akkor fölállok, bepakolom a mosogatógépet, berakok egy mosást, tehát ilyen lettem. Fura vagy. Fura. Ez nem furaság, szeretem a tiszta ruhákat, meg az edényeket. Ennyi. Nézd meg azt a foltot a sárga pólódon, mert láttam ma reggel. Ja, hát az gyárilag már benne van. De igen, majd adok neked olyan fehérje enzimoldó mosóport, ami egyébként... Mm-hmm. Ki van képben jobban? Én, hát én egyedül vagyok a háztartásban, én szintén mosok, mosogatok. Ha izét is átnézed az ilyen akciós újságokat, amit bedobnak, hogy mennyi a sonka... Nem számít tudom... a pénz. Tehát ha olyan fehérje enzim van benne, akkor veszed. Akkor nem veszem. Számít a pénz, egy nap három mosást is elindít, ha úgy van. Nem, sőt, úgy nézi az akciós újságokat, hogy így filccel előtte a gyerekkel kiszínezteti benne az árakat. Tudod, hogy apa nem szereti látni. Hülyeséget félretéve, kaptál pénzt? Kapott-e bárki pénzt? Te kaptál gépelésért, te kaptál pénzt? Én nem kaptam ezért pénzt. Te nem kaptál pénzt. Gyuri, te kaptál pénzt? Hát engem próbáltak így is rávenni. Vagy megtarthatod a jattot. Nem szerettem ettől jobban a munkát. Amúgy. 6 éves kisgyerek ilyen kis csokornyakkendőben, az mindenki megsajnálja és ad neki borravalót. Volt ilyen kis tarisznyám is, amiben bele tudták dobni az aprót. Persze. De egyébként a jó étteremfőnök elveszi a pincértől a pénzt, tehát ez nem úgy van. Hát apád kicsavarta a kezedből? Ha gyorsan fut, akkor nem tudja elvenni. Apád nem csavarta ki a kezedből a százasokat? Nem. 11-kor, amikor Gyurika 12 órás műszak után lerogyott az étteremben hátul a konyhában, akkor jött apa. Hol a lóvé, Gyuri? Megfogott a lábadnál fogva, és így rázott fejjel lefelé. Hol vannak az aprók? Volt egy titkos helyem a padláson, ahova el tudtam bújni. Istenem. Sztárgázsi a mafilmtől, és még a borravalók a kesztei étteremben. Hát azért te azért megkerested azért az életed kenyerét már. Hát volt itt kaland, papa. Neked már igazából nem is kéne dolgozni. Te csak hobbiból jársz ide, nem? Szóval, én már túl vagyok a munkás éveket. Én 12 évesen úgy gondoltam, elég volt. Szóval én például ugye, amikor kisebb voltam, akkor ugye Németországban voltunk, és ott abszolút standard volt az, hogyha gyerekek segítettek a szülőknek a házi munkában, azért a szülők ezt díjazták pénzzel. Ez a zseppénzhez még hozzájött, és ezért én tudtam... Hát egyrészt ugye gazdálkodni, másrészt motivált voltam a munkára, és azt is megtanultam, hogy munkáért jár valami, nincs ingyen munka. Kaptál ajánlatokat, hogy most ezt csináld meg 50 fenigért, ezt csináld meg egy márkáért, és volt, amit vissza is utasítottál? Vagy hogy de ez nem úgy volt nálunk, mint egy állásbörze, tehát hogy ott kiírták a hirdetéseket, hogy akkor aznap én és a testvérem milyen munkákat végezhetünk el, mennyire is így lecsaptunk rá, érted, hogy a nagyon zsíros melókat elvittük. Ja, ja. Tehát korábban keltél fél órával, hogy a tesód elől ellopass a jobb melókat. Egy jó kétmárkás automosás jobb, mint egy 50 fenniges mosogatás. Ja. Én egyébként ezt tök helyesnek tartom, és például én a lányommal is így vagyok, hogy soha nem kényszerítettem semmire. Nyilván az, hogy a szobájába kéne egy kis rend, meg ilyesmi, az úgyse jött össze. De ő kedvet kapott például a mosogatáshoz, például az automosáshoz, sőt, a kerítés festést is imádja. Az a baj, hogy mai napig német márkába fizetett ki. Egyébként én szerintem az még mindig beváltható lenne. De nem ez a lényeg. Hanem, hogy volt neki, és egyébként az Andi ezt abszolút helytelennek tartotta. Tehát itt neki volt egy ilyen szülői, hogy én azt mondtam, hogy akkor ezért most adok neked valamit, hogy az egész mosatlantot elmosogattad, meg minden. Mert és pont ugyanezt mondtam, mert hogyha valaki dolgozik, azért jár fizetség. Igen, akkor is, ha gyerek, a gyereket, hogyha nem fizetett ki, akkor az rabszolgatartás. És az áristát kialakította ki? Én. Nem is érdekelte, hogy berakta egy dobozba, mit tudom én, a többi közé. Hát akkor magyarul eredménytelen volt az, hogy berakta a többi közé, nem érdekelte. Hát most érted, csak nyomott áron végeztetsz el egy gyerekkel egy munkát, nem piaci áron fizetted ki a takarítónő órabérét, leszámolva nem, arra, nem akarom elmondani, szerintem egész szépen, tehát azért dolgoznál nálam. Tehát a takarítónő megrigyelte volna azt. Laci, múltkor, amikor nálam voltál, hidd el, ha tudod az árat, akkor elmosogattál volna. Hát, ugye, a vendégség után nem szedtem volna le a poharakat, ha tudom, hogy pénzért is lehet. De tényleg. Na, te végig zavarta a lelkiismeretet, hogy ott hagyunk téged a sok mosatlannal. De és egyébként nem kér soha pénzt, és kedve van. Tehát mindig ő kér, hogy apa mossunk autót, vagy apa fessük le a kerítést, vagy valami. Imádja ezeket a dolgokat, de nálunk nincs semmilyen kényszer ilyen téren. Mi a pénzt ebből teljesen kiiktattuk, nálunk úgy van, hogy a nagyobbik fiammal íratom, hogy mi az, amit elvégzett, házi munkát, és utána időnként azt megnézzük, mit vágyik egy játékra, amit szeretne mondjuk a gépre megvenni, vagy letölteni, akkor szépen megegyezünk, hogy akkor hány munka fedezi azt, és akkor hát akkor indirekt módon te is ezt csinálod, hát csak nem adsz pénzt neki, és nem tanítod meg gazdálkodni őt. Hát igen, mert hogy igen, de tulajdonképpen kiveszem azt, hogy ilyen nagyon nyomott áron, tehát nem piaci körülmények között, azt tanítom meg vele. Nagyon nyomott áron?
Kizsákmányolás. Nem kizsákmányolás. Nem, megkapja a játékot. Hogy hívják a nagyobbik fiadat? Mátyás. Mátyás, hogyha hallasz engem, apád kizsákmányol, soha többet ne végez semmilyen munkát ennek az embernek. Azt mondja, nyomott áron dolgoztat téged. Ezt tudod, mit jelent? Ezt csinálják az indiai vendégmunkásokkal Dubajban. Egyébként az életükbe kerül sokszor. Köriszagúan halnak meg egy 120 emeletes épület tetején, éhen. És ne hidd el apádnak, hogy a 20 forintos annyit ér, mint a 200 forintos. De most azon gondolkodom, hogy a Mátyás ül az anyja mellett, mennek iskolába, ül az autóban, és így ránéz az anyjára, hogy jaj, apának ez a munkája. De tényleg nem akarom, hogy... a Gabi bácsi csak viccel. Figyelj, a munka, mit tudom én, azért tényleg tehát a piaci viszonyokhoz képest nyomottáron fizeted meg a gyerekedet, magyarul azt tanulja meg, hogy ezek a munkák, ezek kevesebbet érnek, mint amit el lehet végezni. Nem. Egyébként, tehát nem magyarul ne fizetett. Házi munkát végezzél, hanem mennyire, és hagyd ott a házi munkát majd az asszonynak. Majd az megcsinálja. Na, egyre lenéződ vagy. Tehát ez szépen bánsz a nőkkel is. Tanítod. Ezt tanítod. Én nem tanítom. Te tanítod a gyerekednek. Nem, én azt mondom, hogy nem akarom a pénzt ebbe belekeverni. Így van, Mátyás ezért nem kap semmit. Majd egyszer kinézünk valami szépen a kirakatból. Mennyit is dolgoztál az elmúlt hónapban? Na jó, hát akkor nem kapod meg ezt a Nintendót. De ez nem jelenti azt, azért szép, szép. Kiiktatom a pénzt, attól ilyen flagmán beszélek a gyerekemmel. Hát lehet, hogy szép hangsúlyon mondod ugyanezt. De az, aki pénzt ad a gyerekének, az szépen beszél. Amit anyát csinál, az se ér semmit. Hát itt... Na, ilyet biztos, hogy nem hal tőlem soha. Fordítva lehet. Ez az ország új ébresztő műsora Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor! 10 óra lesz pontosan 5 perc múlva, és már is itt vagyunk elbúcsúzni egyébként. Hello Iza, szia! Szevasztok! Hello. Jó reggel, szia! Visszakerült a Dino. Igen, megjött a Dino is, a kebledre. Így van. Ott érzi a legjobban magát. Igen, sokan vannak ezzel így, de... sokan járnak? Jó van, nézem a frizurát, egyre élénkebb a vörös. Ez most még utána lett tuningolva? Nem. Ez most ami ilyen. Akkor is volt. Aha. Most jött le a homlokáról Izának, ami még átcsúszik a festék. Így van. Na, hát ilyenkor mindig megszoktok kérdezni tőled, hogy mit hozol nekünk, vagy a hallgatóknak. Most egy picit komolyabb témával érkezem. Szeptember 11-e van, adja magát ez a dátum. Ne. 19 évvel ezelőtt volt az a bizonyos pillanat, ami azt hiszem, hogy még akkor is, hogyha nem voltunk teljes mértékben érintettek benne, de traumát hagyott bennünk. Én arra leszek kíváncsi, hogy ki mit csinált az adott pillanatban, amikor megtudta a hírt. Igen, én például vasaltam. Mi is beszéltünk erről, nem mondtuk el, hogy mi mit csináltunk, de az, hogy valóban mindenkinek ott van az emlékében, hogy amikor tudomást szerzett erről a terrortámadása és látta a tévében, akkor éppen hol volt, milyen helyzetben. Így van. Én arra emlékszem, hogy én vasaltam békésen egy szál kis trikóba, bugyiba otthon, mert az ugye meleget csinál a vasalás, és ahogy lement ez az esemény a tévében, én azt hittem, hogy ez egy kamu. Igen. Hogy egyfajta, mint a Kandi kamera műsorok, hogy valaki szórakozik. Arra gondoltam, ez egy zseniális média hack, de nem hittem el, hogy igaz. Aztán persze nyilván szépen apránként leesett. Én emlékszem, hogy én a TV2-nél voltam, valamilyen game showban voltam szereplő, és mi vártunk in, és közben ugye rengeteg monitor be volt kapcsolva, és többek között valahol mentek a hírek, talán CNN, és igazából hang nélkül láttuk a képeket, és nem hittük el. És amikor ugye felhangosítottuk, és megtudtuk, hogy mi történt, hát mindenki le volt döbbenve. Tehát hihetetlen. Akkor emlékszem egyre, a Sting csinált egy DVD-t a Toszkán házában, éppen egy zenekarral készült egy koncertre, és a világ minden pontjáról megérkeztek a zenészek, elkezdtek próbálni, és eljött a másnap, és akkor történt, és teljesen letörve ott ültek kinn a kertben a zenészekkel, és megszavaztatta, hogy játszunk-e, vagy ne játszunk. Uh-huh. És akkor úgy döntöttek, hogy játszunk, de az első dal a Fragile lesz, és amennyiben tudunk még lelkileg tovább játszani, folytatjuk, ha nem, akkor azzal az egy dallal befejezzük. Tehát libabőr volt a történet, egyébként gondolom, hogy mindenkinek. Igen, és az is nagyon durva, hogy azóta már 19 év telt el, vannak, akik 5-ször elváltak már azóta, úgyhogy akár erről is mesélhetnek a hallgatók, persze, hogy mi minden történt velük az elmúlt 19 évben. Így van. Jó, oké, köszönjük szépen, és jó műsort neked, Iza. Köszönöm. Nektek meg gratulálok, mert szerintem egy baromi jó második hetet csináltunk. Anett, te is a kamionoddal mindennel hozzájárultál. Igyekeztem. Igen, jó van. Indulsz is, nem? Ja, jó. Le kell érni helyes halomba kettőig. Ma mit viszel határon át? Ezt is, azt is. Óvatosan. Na jó, köszi nektek, óriásiak voltunk, és hétfőn folytatjuk. Mindenkinek jó hétvégét. Gyuri, hogyha egy valamilyen frappáns zárszót tudnál találni erre az eseményre. Viszlát. Szép napot mindenkinek, jó hétvégét. Hétfőn jövünk, sziasztok.
Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Hétfőn 6-tól folytatódik a Retro Rádió vadonatúj reggeli sója. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján.